Tehát miért fontos a tudományt ünnepelni, miért jó minden évben benneteket látni, és ismertetni veletek új, izgalmas információkat és érdekességeket. Mi az, amit ünnepelnünk kell, és miért különösen aktuális ebben az országban és a jelen helyzetben. Amit látni fogjátok, ebben az intézetben elsőrendűen idegtudományi kutatások folynak. Az idegtudományi kutatások egyrészt képesek arra, hogy megismertessék velünk az idegrendszer működését, alapvetően új elemeket fedezzünk fel benne, és azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy a jövőben azokat a betegségeket, amelyek rendkívül súlyosak és nagyon komoly terhet jelentenek családnak és társadalomnak, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, skizofrénia, valamiféle gyógyszeres vagy egyéb kezeléssel tudjuk ellátni és ezeket a betegeket kezelni. De én azt gondolom, hogy a tudomány ünnepe túlmegy mindezen, és hagyjuk egy nagyon-nagyon rövid példát, hogy miért gondolom én azt, hogy szükséges erről beszélni, és szükséges elétek tárni, hogy mi mindenről szól egy tudományos kutatás. Legelsősorban és legfontosabb, ami ebbe az épületbe és a tudományverkébe mindig történik, ez a felfedezés. A felfedezés öröme tulajdonképpen olyan általános és tulajdonképpen gyermeki öröm, amely minden emberben megvan, mégis valamelyőtöket, valahány fiatalt közületek ez olyan erővel fog vonzani, hogy egész életében tulajdonképpen ennek a bűvkörébe kerül. Ez az egy példa, amit én szeretnék mutatni. Itt egy komoly nemzetközi összefogással készült tudományos és természetvédelmi program volt, amit Pristine Seas-nek hívnak. Ez egy 6 éves program, egy rendkívül sikeres program, arra felismerésre jutottak a kutatók ugyanis, hogy a szárazföldi területekhez hasonlóan, akkor van bármi reményünk megmenteni a földünket, ha ugyanilyen szigorú védelmet rendelnek el hatalmas tengeri területek felett, és ugye ez volt a tiszta tenger expedíció, és ennek keretében természetesen a világ legkülönbözőbb pontjára elmentek felmérni a természeti és ásványi környezetet, hogy mely területek a legfontosabbak a védelemre. Ez a expedíció Ferenc József földet érintette, ugye a sarkkörön túl egy teljesen világtól elzárt, jeges, rettentő, szigorú körülmények között élő világot tanulmányozott. Valószínűleg nem kell itt esetelni, és itt hagyj mutassam be nektek az egyik vezető kutatót, aki geológus, Feodor Romanenko, 25 éve járja ezt a vidéket, és egyetlen idézetet szeretnék tőle mutatni nektek angolul is és magyarul is, amikor ugye 25-30-szor érkezik erre a szigetre. Ezt mondja este a táborban, nyilván mindenki fagyoskodik. Dear colleagues, today my group made 5 wondrous discoveries, including 2 kinds of puzzles, és akkor itt még sorolja, amit fedezett fel. Tehát kedves kollégák, a csoportom ma 5 csodás felfedezést tett, beleérte 2 bazaltot és a többit még deglaciációs időszakot fedezett föl. A lényeg az az, hogy 25 év után is ugyanerre a területre gyermeki csodálattal tekint, és a többieknek így számol be erről, hogy 5 csodás felfedezést tett, és reméljük még rengeteget fog tenni ezután is. Miért mondom mindezeket? Azért, mert ahogy az előbb említettem, a felfedező elme a legfontosabb része a tudományos felfedezésnek. Nyilván
látjátok az élet mindennapjaiba, hogy különböző erők küzdenek ahhoz, hogy a szellemi kapacitásotokat éppen hova kössétek le, és mihez forduljatok. Nyilvánvaló, hogy nem kell sokat magyarázni, és nem kell túlzottan kritizálni a jelen állapotokat, de pontosan tudjátok, hogy a média és a kommunikáció fejlődése, a finoman szóval is nem abba az irányba vezeti az elmét, hogy valamit tudományosan, elmélyülten és örömmel tanulmányozzon. Tehát a lényeg az az, hogy ez alatt, a délelőtt alatt azt szeretnénk felmutatni, hogy a tudomány művelése az egy rendkívül izgalmas alternatív útvonal, amit minden fiatalnak, aki jelenleg keresi a helyét ebbe a társadalomba, és gondolkozik, hogy mi legyen vele, bankár legyen, mérnök legyen, vagy pedig pilóta, amennyiben érzi magában azt a tüzet, hogy a felfedezés örömét magáévá tudja tenni egész életen keresztül, ez a pálya, ez továbbra is nyitva áll, és ezekből szeretnénk ízelítőt bemutatni, mondanom se kell, reméljük ebből az intézetben is, a mai nap során is legalább 5 csodálatos felfedezés születik. Tegnap én is ültem a mikroszkóban, ismét felfedeztünk valamit, hogy hova fog vezetni, merre meddig, azt nem lehet tudni. A lényeg az az, hogy a felfedezés történik, és várjuk, keressük azokat az embereket, akik ezeket végrehajtják. Ezekkel szeretném átadni akkor a helyszínt és a pódiumot. Először akkor 4 előadást hallgattok meg. Kérdéseket lehet föltenni mind online, a Zoomon keresztül a chat ablakba, majd a előadókat megkérem, hogy figyeljék a chat ablakot. Itt is szóban a Zoomon keresztül én nagyon bízom benne, hogy hallani azokat is, hogyha távolról kérdeztek, és nagyon-nagyon bátorítanak benneteket, hogy kérdezzetek, keressetek, kutassatok, mert tulajdonképpen ez a jövő. Köszönöm szépen, és akkor szeretném összekérni Kutinanit az előadása megtartására. És nagyon-nagyon jó délelőttet kívánok mindenkinek, bármi kérdés, probléma van, forduljatok a szervezőköz bizalommal. És miért még átadom, szeretnék megköszönni, hogy nincs most itt Áginak, a szervezőnek ezt a csodálatos délelőttől, az ő munkája tulajdonképpen tette lehetővé, hogy itt vagytok, mozgva vagytok, közvetítés van, és ez a gyönyörű program összeáll. Köszönöm szépen, és viszont. Üdvözlök mindenkit! Én Kuti Dániel vagyok, a Koki molekuláris neuroendokrinológia kutatócsoportjában, és az következő 20 percben az idegrendszernek egy kicsit elmondtabb, ilyen alternatívabb szabályozási módját szeretném nektek bemutatni, a bélmikrobiom és a központi idegrendszer közötti kapcsolatot. Ez első hangzásra gondolom eléggé furcsának hangzik, hogyha ránézünk anatómiailag is, eléggé távol van egymástól a kettő, a mikrobiomból van szagytól. De szeretném a következő 20 percet bebizonyítani, hogy már pedig létezik ez a kapcsolat, és nagyon fontos kapcsolat. Szóval nem tudom, mennyire vagytok tisztában azzal. Az emberi szervezetet körülbelül 30 billió sejt építi fel, és szimbiózisban több mint ennek háromszorosában 100 billió sejtel élünk szimbiózisban nap, mint nap. Illetve a Human Genome projektben kimutatták, hogy a Human Genome kb. 23 ezer génből épül fel, azonban, hogyha összeadjuk a velünk szimbiózisban élő mikrobiomnak a genetikai állományot, akkor ennek több mint 100, majdnem 100-szoros a 2 millió génre, csak a megére. Bocsánat.
Szóval az első kutató, aki a mikrobiommal foglalkozott, Elian Metchnikov volt, egy orosz kutató, aki Nobel-díjat is kapott, azonban nem a mikrobiom kutatása, hanem ő volt az első, aki a fagocitózist leírta. És azonban nagyon sok kutatása szólt a mikrobiomról. Ő volt az, aki először publikált erről ebben a témában, kimutatta azt, hogy Bulgáriában az ott élő emberek, akik egy ilyen fermentált tejet ittak, azoknak az átlagos élettartalma az magasabb volt a normálhoz képest, és ezt a mikrobiomnak tulajdonította ezt a hatást, és ezt a The Prolongation of Life tanulmányáról írta le. Utána egy jó darabig szünet volt a publikációkat, vagy a kutatásokat nézve. 2006-tól egyre inkább emelkedett ezeknek a kutatásoknak a száma, és ezeknek a kutatásoknak a száma, és már eléggé sok kutatócsoport foglalkozik ezzel a témával. Ugye mi is az a mikrobiom? Ahogy említettem, a mikrobiom körülbelül 100 billió élő szervezetből épül fel. Különböző mikrobiomokat különböztetünk fel, ugye a felépítésüket félúgy szinten szoktuk megkülönböztetni, ugye különböző a mikrobiom a kolomban, akár a vaginában, vagy a bőrben, vagy a nyelőcsőben, és ezeken mind különböző mikrobiomokat lehet megkülönböztetni. Azonban a mikrobiom 95%-a a gastrointestinális traktusban fedezhető fel. És ezt a mikrobiomot különböző baktériumok, bakteriofágok, gombák, protozomák, illetve vírusok építik fel. És a teljes mikrobiomban több mint 10 000 fajt különböztettek meg, és fontos még megemlíteni, hogy a mai kutatások főleg a kolon mikrobiomban történő változásokra, illetve azoknak a hatásaira összpontosítanak, úgyhogy az előadásomban is főleg ezeket, ezt a mikrobiomot fogom emlegelni, amikor mikrobiomot mondok, akkor főleg a kolon mikrobiomra mondok. És akkor térjünk a lényegre, ugye tehetjük fel a kérdés, hogy mégis, ugye említettem, eléggé anatomia, eléggé távol áll egymásra a mikrobiom, illetve az agy, mégis hogyan képes egymással kommunikálni. Az, hogy ez általában először fontos egy pár dolgot leszögezzünk, hogy ez a kommunikáció ez folyamatosan két oldalú. Ugyanúgy, hogy az agy képes befolyásolni a mikrobiomnak az összetétét, a mikrobiom is folyamatosan befolyásolja az agynak a működését, és ez folyamatos, ez oda-vissza irány. Ez a kapcsolat lehet direkt vagy indirekt, azaz közvetlenül vagy közvetlenül hathatnak. Fontos megemlíteni a kolonizációt is, mivel ugye azok a baktériumok képesek befolyásolni a gazda szervezetet, amelyek képesek kolonizálni a belet is. És akkor egy pár példa, például a triptofán. Most első kérdése, ez érdekes, hogy a triptofán az miért egy ilyen kommunikációs lehetőség. De a triptofánról érdemes tudni, hogy ez egy eszenciális aminósav, ami azt jelenti, hogy a szervezetünkben nincsenek meg azok a molekuláris mechanizmusok, amelyek ezt az aminósavat fel tudják építeni. Ezért csak a táplálkozáson keresztül, vagy a bélből történik a felszívódása. És a szervezetben lévő szabad triptofán szint 90%-át a mikrobiom termeli elő. Tehát, hogyha nem lenne mikrobiomod, akkor nem lenne ilyen magas a triptofán szint. És ugye miért is olyan fontos ez a triptofán? Ez azért, mert ez egy prekurzor molekulája a különböző neurotranszmittereknek, például a szerotoninnak, illetve a dopaminnak. Akkor az immunrendszeren keresztül is képes befolyásolni a mikrobiom agynak a működését, ugye a belet folyamatosan letapogatják. Különböző immunsejtek, például a dendritikus sejtek, és ezek különböző citokineket termelnek, amelyek a vérrag gáton átjutva képesek az agynak a működését befolyásolni. Akkor különböző metabolitokat termel a mikrobiom, például az SCF-fázal sortchain fatty acid, az a rövid zsírsavlác, például a propionsav, az acetil molekulák, ezek mind ilyen SCF-ák, amelyek képesek befolyásolni a szervezet működését.
aztán képes a nervus vaguson is. A nervus vagus az magyarul a bolygóideg, ami az autonóm idegrendszernek egy paraszimpatikus ágát képez, és a különböző viszterelő belső szerveinket idegzi be, és viszi az információt az agyba. És ugyanúgy be van idegezve ez a nervus vagus a kolonnak a proximális része, illetve a vékony vér teljes fossa. És ott például közvetlenül képesek hatni. Igen, és a metabolitoknak elfelejtettem mondani, hogy képesek a bakterium különböző neurotranszmittereket, például gabbát, szerotonint is termelni, illetve a poliszaharidoknak a bontásában is nagyon fontos szerepe van. Ugye ez az egyik irányba való kommunikáció, de hogyan képes a gazdaszervezet hatni a mikrobiomra. Például a genetikával kimutatta egy kutatócsoport, angol kutatócsoport volt, hogy az egypetélyű ikreknek a mikrobiomja sokkal inkább hasonlít egymásra, mint a kétpetélyű ikreknek a mikrobiomja. Különböző diétákkal képesek meg befolyásolni a mikrobiomot. Földrajzi elhelyezkedés nagyon fontos. A különböző betegségek befolyásolják a mikrobiom összetételét. Az emésztőnedvegyom is elég csak begondolni abban, hogy a gyomorsavnak az alacsony pH-ja folyamatosan az íleumban, vékony bőrbe ürül. Akkor a gazdaszervezetnek a goblet sejtjei, ezek a kehely sejtek, ezek folyamatosan ilyen antimikrobiális fehérjéket termelnek, amely a ott lévő baktériumokat elpusztítja. Akkor a folyamatos stressz, a krónikus stressz az is befolyásolja a mikrobiom összetételét. Ezt már kimutatták, hogy krónikus stresszben a patogén baktériumoknak a száma felszaporodik, a mutualista, tehát a jó baktériumoknak a száma pedig lecsökken. Ezt még fontosan mi nem mutatták ki, hogy hogyan lehet. Lehetséges, hogy a glikokortikoid, a stressz alatt felszabaduló glikokortikoidoknak, illetve a noradrenalinnak van ebben fontos szerepe. Akkor az életkor, ugye az életkor előre haladtával is folyamatosan változik a mikrobiom, illetve a különböző antibiotikumok, illetve a drogok azok folyamatosan képesek befolyásolni a mikrobiom összetételét. És akkor eddig így nagy vonalban egy bemutattam, de hoztam konkrét példákat is, hogy jobban lássátok, hogy hogyan képes a mikrobiom befolyásolni. Itt van például egy példa, hogy a mikrobiom és hogyan képes a viselkedésre hatni. Szintén egy angol kutatócsoport, csinált egy olyan kísérletet, hogy különböző genetikai háttérre rendelkező egerek, ugye különböző genetikai háttérű egereket használhatnak a kutatásokban. Például van ez a NIH Swiss, illetve ez a Babsi egerek, amelynek a viselkedésére jellemző a Babsi egerekre, hogy ilyen szorongásos viselkedés formát kicsit félénkebb egerek, míg a NIH Swiss álltok azok sokkal inkább szociálisabbak, kevésbé félénkek. És ez a fecal microbiome transplant és a széklet transplantációt jelent, ami azt jelenti, hogy kicserítik a kettő egérnek a mikrobiomját, utána azt figyelték meg, hogy a viselkedés mintázata két egérnek felcserélődött. A Babsi egerek sokkal inkább szociálisabbak lettek, és az NIH Swiss egerek pedig sokkal inkább szorongósabb fenotípusos viselkedéses fenotípust mutattak. Akkor a stresszorongás depresszióban a mikrobiomnak is fontos szerepe van. Ugye mi is, illetve a más kutatócsoportok azt kimutatták már, hogy a mukóza folyamatosan ezt a két ábrát figyeljétek ezt. A mukóza folyamatosan csökken, a mukóza vastagsága, hogy látjátok, a krónikus stresszben lecsökken, nő az antimikrobiális fehérjéknek a száma, az expressziója a krónikus stressz hatására. Ez a zöld, ez ilyen makrofág sejteket mutat, a zöld fluoreszcens festés. Megfigyelhető, hogy egy ilyen makrofág infiltrációja a mukózában, krónikus stresszre, illetve megfigyelhető, hogy a vérben az RPS szint az megemelkedik. Az RPS azok a lipopoliszaharidok, amik a baktériumok sejtfalából származó lipopoliszaharidok. Ugye krónikus stresszben lecsökken a B-látjárhatósága, vagy hát megnő a B-látjárhatósága, mert csökken a bélsorompónak a feladata, ugye ilyen likikáci szindróma
figyelhető meg krónikus stresszben, sokkal jobban átjutnak a molekulák, és az olyan nagy molekulák is képesek átjutni majd, mint például lipopolisz, a haritopon, amik eléggé komoly gyulladásokat tudnak eredményezni kutatásban. Például, hogyha ilyen gyulladást akarsz indukálni, akkor RPS-t azt nyugodtan használsz. Igen. Akkor egy francia kutatócsoport figyelte meg azt, hogy probiotikumos készítménnyel krónikusan stresszelt patkányokat kezelt, de a probiotikus készítmény a Lactobacillus helveticus, illetve Bifidobacterium novum fajokat lehet megfigyelni. És azt figyelték meg, hogy a krónikusan stresszelt patkányoknak a szorongás, ez a probiotikumos készítmény szorongás csökkentő hatást váltott ki a patkányokban, és ezután humánban is kipróbálták egészséges embereken, és utána ilyen különböző ilyen stressz, szorongás, illetve depresszióra való teszteket töltöttek ki ezekkel az emberekkel, és azt figyelték meg, hogy jótékony fiziológia hatást váltott ki az emberekben is ez a probiotikum készítmény. Egy másik tanulmányban azt figyelték meg, hogy összehasonlították egészséges embereknek, illetve depressziós embereknek a mikrobiomjukat, és azt figyelték meg, hogy a diverzitása lecsökkent a depressziós emberekben, a mikrobiom diverzitása. És ezután egy szívlet transplantációval egészséges patkányokba transplantálták a mikrobiomot, és utána azt figyelték meg, hogy ezeknek a patkányoknak, azok a patkányok, amelyek az egészséges mikrobiomot kapták, azoknak a viselkedése nem változott, míg akik a depressziós emberektől kapták a mikrobiomjukat, azok a patkányok utána ilyen depresszív tüneteket, szorongósak, ilyen anhedóniát mutató, ilyen viselkedésformákat mutattak a patkányok, illetve gyulladás volt kimutatható a patkányokban. Aztán a mikrobiomat összekötötték ma az autizmussal is. Az autizmussal jelenti, hogy a kommunikációs, szociális nehézségek, repetitív viselkedési hintázat és szenzoros eltérések. Oka egyetlőre tisztázatlan, valószínűleg genetikai és környezeti hatásnak is kell lennie. Az autistákra jellemző, hogy emelkedett a mikrobiomban a Clostridium, a bakterium, tehát bakteriódeszt, illetve a diszulfovibrio baktériumoknak a száma, amit jellemző az autistákra, hogy súlyos gastrointestinális problémákkal küzdenek. Ezekre az előbb említett három baktériumokra jellemző, hogy ezek ilyen propionsavat termelnek, és kismutatták, hogy autizmusban magas ez a propionsav. És megfigyelték egy kísérletben, hogyha a patkányokat propionsavval kezelnek, akkor azok a laboratóriumi állatok, rákcsálók, azok ilyen autizmusra jellemző tüneteket mutattak. Akkor összekötötték már a skizofréniával és a mikrobiomot. De skizofréniára jellemzők a téveszmék, hallucinációk, inkoherens logikátlan gondolatok, érzelemmentesség, vagy nem megfelelően kimutatott érzelmek, szóval, hogy valaki figyeli őket, nem megfelelő viselkedés, csökkent szociabilitás, személyes igénye, csökkent koordináltatlan mozgás. És megfigyelték egy kísérlet, de megfigyelték azt, hogy Clostridium szám az nagyon magas az a skizofrén emberekben, és ez a Clostridium, ez termel egy ilyen abnormális metabolitot, ezt a HPHP-t, ez a 3-hidroxifenil-3-hidroxi propionik sav, ezt a Clostridium termeli, és megfigyelték, hogy ez a HPHP a gyerekek, autista gyerekeknek a vizeletében, ez nagyon magas, azon skizofréniában ez még magasabb, akár a normálhoz képest 300-szorosabb, nagyon magas, és a kísérlete azt csinálták, hogy vancomicin, ez egy antibiotikum, amely egy szükspektrum antibiotikum, főleg Clostridiumokkal, Clostridium fertőzésre szokták alkalmazni ezt a vancomicint. És ha vancomicinnel kezelték a mikrobiomukat, akkor a skizofréniának a tünetei csökkentek. Akkor Parkinson-kórral is már összekötötték a mikrobiomot. Az először James Parkinson írta le ezt a betegséget, mint reszkető bénulás. Ilyen, ez egy előre haladó öregkori betegség, jelenleg gyógyíthatatlan, de kezelhető. És fontos az, hogy évekre a tünetek megjelenése előtt már gastrointestinális problémákkal fordulnak az orvosok, a
a később kialakult Parkinson-korban szenvedő páciensek. És Parkinson-korban a probléma az, hogy a finom mozgásban fontos szerepet játszóbb a bazális ganglionok mennek tönkre, nincs elég neurotranszmitter, főleg a dopamin szint az csökkent, ez egy neurotranszmitter. És ugye, hogy hogyan köthető össze a mikrobiommal a Parkinson-kor? Erre a Brach hipotézis szolgál. Ez a Brach azt mondta, hogy vannak olyan baktériumok a mikrobiomban, például a szalmonella, illetve az E.coli, amik ilyen körli fehérjéket termelnek, és ezek a körli fehérjék, ezek ilyen hosszú fibrillin fehérjék, amelyek egy biofilmet képeznek a bélen, és ezáltal lezárják, hogy más baktériumok ne tudjanak ott felszaporodni. Igazából ez egy ilyen evolúciós stratégia, és ez a biofilm alatt azok a baktériumok, amelyek termelik a körli fehérjét, azok így fel tudnak szaporodni. Na most a probléma az, hogy ez a körli fehérje, ezek amiloid fehérjéké tudnak alakulni, és ilyen amiloid plakkokat fognak képezni a bélen, és ezek az amiloid fehérjék a prionokhoz hasonló módon fölvándorolnak a nervus vagus, ugye a bolygó idegen, amit meséltem, és ott az agyban indukálják a Parkinson-kornak a kialakulását. Az még egyelőre még nem tisztázott, hogy hogyan lehet, valaki azt mondja, hogy egy gyulladást indukálnak, valaki azt mondja, hogy konkrétan a neuronokra hatnak, ez még egyelőre tisztázatlan. De egyre több tanulmány van, ami ezt a hipotézist, ezt eléggé komolyan alátámasztja. Most gondolom, mindenkit eléggé megijesztettem, hogy a mikrobiom, ha nem figyelünk, akkor milyen betegségek alakulhatnak ki, de nem kell aggódni. Tudjuk kezelni is a mikrobiomot, például különböző diétákkal. Ahogy említettem, a székletranszplantációval, ez nem azt jelenti, hogy a másiknak megeszik a székletét, ez úgy történik, hogy van egy donor páciens, akinek a székletéből izolálják a mikrobiomot, és utána ezeket kapszulázzák, és utána a recipiens egyedeket, az recipiens egyedek pácienseket ugye előbb antibiotikummal kezelik, hogy kinyírják onnan az élő flórát, és utána ezekre a kapszulákkal kezelik, hogy a megfelelő flórát ott kolonizálni tudják. Jelenleg, ha jól tudom, még eléggé kevés ilyen klinikumban található, ilyen klinikai fázisban való módszer létezik. Ha jól tudom, akkor eddig autizmusban próbálták ki Ausztráliában, meg Amerikában két helyen IBD-ben, az a irritábilis bérszindróma, és eléggé pozitív eredményeket mutattak az eredmények. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz majd a jövőnek a mikrobiom kezelése. Na mindig. Aztán lehet kezelni antibiotikumokkal, probiotikumokkal, prebiotikumokkal. A probiotikum és a prebiotikum között az a különbség, hogy a probiotikummal élő flórát, tehát élő baktériumokat küldesz a mikrobiomba, míg prebiotikummal olyan anyagokat küldesz, amely felszaporítod a jótékony baktériumokat. Aztán különböző metabolitokkal lehet, például ezek a rövid zsírsavláncokkal, és manapság egyre jobban elterjedt a szimbiotikumoknak, parabiotikumoknak, illetve a posztbiotikumoknak a használata. A szimbiotikum az a prebiotikum és a probiotikum, hogyha egyszerre használod, a parabiotikum az az, amikor elölt baktériumot küldesz, tehát már nem élő baktérium. A posztbiotikum pedig, hogyha felszaporítasz egy baktériumot, labor körülmények között, annak a felülúszóját, a baktérium által termelt metabolitokat adott be az egyetnek. Ez a pozitív. És végezetül köszönöm szépen a figyelmet. Azt kérdezte, nem tudom a hölgy, hogy szimbiotikumok használatával nem csökken a mikrobiomnak a diverzitása. Hát, szerintem nem. Legalábbis ez az én véleményem, de mert, vagy miért gondolnád azt, hogy csökken? Mert egyes fajokat vagyok felszabadítanak. Ja, hát igen, de olyan baktériumot, tehát akkor kezdesz egy szimbiotikumot használni, amikor valami elromlott bent. Tehát, hogy, és utána olyan baktériumokat fogsz felszaporodni, ami alapból ott vannak.
Tehát igazából a diverzitást azt nem rontod el, hanem csak a jótékony baktériumokat fogod-e felszaporítani. Ezáltal te a diverzitást azt nem befolyásolod. Igen? Vannak most már ezek a készítmények, amik antibiotikum kezelésekkel ajánlanak, amit szállítják a normális diétára. Ezt esetleg érdemes folyamatosan adnám, az amikor az ember nem esett tettében, bakteriális fertőzés, és nem használt gyógyszert. Tehát, hogy antibiotikum nélkül használni. Én mindenféleképpen amúgy ajánlom. Én is, tehát hogyha megmarad például mondjuk egy hasmenés után ilyen probiotikum készíteni, mindig végigveszem, tehát annak rossz hatása nincsen azzal, hogy te probiotikumot használsz. Mert ezek már tesztelve vannak, hogy ezek az élő flórában is benne vannak. De hogy mutattam ugye ezt a patkányos kísérlet, az a francia kutatócsoport mutatta ki, hogy azt a tehát élő, egészséges embereket kezeltek probiotikumokkal, például antibiotikum kezelés után általában probiotikumot írnak föl, nem feltétlenül csak probiotikumot, pre vagy prót egyszerűen ugye szimbiotikumként használni. De ugye ez a francia kutatócsoport is azt figyelte meg, hogy jótékony hatása volt annak ellenére, hogy csak egészséges emberek használták, tehát nem volt semmi problémájuk. Tehát jótékony hatás, meg ugye egészségmegőrzés szempontjából is amúgy érdemes szerintem. Csak jelenleg eléggé drágák, úgyhogy ezt megértem, hogyha hatásból azért nem azért. Még valaki esetleg? Akkor én köszönöm szépen a figyelmet, és átadnám a szót Domonkos Antónak, aki az integratív ideg tudományokról fog egy előadást tartani nektek. És hát igen, ahogy hallhattátok, én Domonkos Antón vagyok, és én is itt dolgozom a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. És a mai napon arról szeretnék nektek beszélni, hogy miért is tartom integratívnak az idegtudományt. Legelején, hogy erre a kérdésre választ adjak, engedjétek meg, hogy egy kicsit kitérőt tegyek. Mégpedig olyan kitérőt, hogy az én személyes élményeimről beszéljek, hogy mégis mi fordított engem az agykutatás felé. Amikor én gimnazista voltam, nagyon sok tanárom azt mondta, hogy nekem kutatónak kellene lennem. De én nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy kutató, és erre a kérdésre senki nem tudott válaszolni, semmilyen ismerősöm, semmilyen rokonom, semmilyen barátom, semmilyen tanárom. Nem tudta senki megmondani, hogy mit jelent kutatónak lenni. Választ kínáltak a filmek például. És akkor elképzeltem a filmek alapján, hogy a kutató az főle vírusokkal foglalkozik, mikrobiológiai labor. Ugye ez nagyon gyakori filmes téma. Rákkutatás, erről lehet nagyon sokat hallani, újságunkban erről lehet a legtöbbet olvasni, hogy a ráknak a génje, meg a ráknak a gyógyszere. Ez később ugye mind beigazolod, hogy mekkora ferdítés, meg mekkora ostobaság van ezekben, de gimnazistaként ezek a hatások értek engem. Míg nem, az akkor éppen futó Minden Tudás Egyeteme, amit a Magyar Televízió hétvégente, meg hétköznap is az egyik csatornán közvetített ismételt, az fölkeltette az érdeklődésemet, hogy mert éppen meghallottam azon a bizonyos hétvégén Frony Tamásnak egy előadását. Ezt az előadást egyébként visszakereshetitek, ide tettem a linket, ahol elolvashatjátok, meg is tekinthetitek a videófelvételt, sok más a Minden Tudás Egyetemén elhangzott előadással egyetemben. No hát, ezen az előadáson Frony Tamás arról beszélt többek között, hogy az agykéreg hipokampusz nevű területén vannak gátlósejtek. És a gátlósejtek, ezek itt a polipsejtek, amiket itt ezen az ábrán láthatunk, ezek a polipsejtek tudják szinkronizálni a serkentősejteket. Ezek a piramissejtek zömében, szemcsesejtek máshol. Úgy tudják szinkronizálni ebből a hasonlatból kiindulva, hogy legátolják őket, azaz lerántják a víz alá, mindegyiket egyszerre, és amikor egyszerre elengedi őket a polip, akkor mindannyian egyszerre fognak levegőt venni, amint a víz fölé élnek. És így tudja szinkronizálni a légvételeik időzítését. És nekem ez az egyszerű dolog az volt, hogy na, ebben van valami logika végre. Tehát, hogyha valaki ilyen dolgokkal foglalkozik,
akkor én azt gondolom, hogy ezt érdemes kutatni, mert ebben van valami logika. De ez egy nagyon egyszerű dolog, mégis igazából ezen alapszik az idegrendszer. Hogyha ez nem lenne, nem lenne idegrendszer, és akkor egy csomó minden dolog sem lehetne. Mondjuk állatvilág. És ez, számomra ez az egyszerű lépés, hogy végre valaki értelmet adott, egy keretet adott annak, hogy mit jelent kutatónak lenni. Aztán ide kerültem a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetbe, miután az egyetemre, az Orvostudományi Egyetemre felvettek. Ugye ennek volt az igazgatója akkor Freund Tamás, és ő neki a laborjába jelentkeztem diákköri munkára. És akkor ott szembesültem azzal, hogy az idegrendszer igazából egészen másképp működik, mint ahogy azt a tankönyvekből, internetről, akkor már azért volt internet bőven, és nagyon sok tartalommal persze, mint ahogy ott szembesülünk vele. Példaként hoztam ide ezt a dél elvet. Dél elvben azt tanuljuk, hogy egy neuron, azaz egy idegsejt, egyetlen fajta ingerület átvívő anyagot termel, és azt bocsátja ki. És akkor pont az első projekt, amiben én dolgoztam, ott azt mutattuk ki, hogy egy adott idegsejtcsoportból milyen fontos, hogy glutamát és szerotonin is örüljön. Másokkal egyetemben, a mi munkánk mellé mások is velünk párhuzamosan, tőlünk függetlenül kimutatták, hogy bizony azokban a bizonyos sejtekben tényleg ott van az a masinéria, az a lehetőség, hogy glutamát és szerotonin is örüljön. Egy másik példát is hozok, az meg például a mikrogliának a funkciója az agyban. A mikrogliáról azt gondoltuk, hogy az egy ilyen gyulladásban, valahogy valami ilyen központi idegrendszeri gyulladásban esetleg részt vevő valami titokzatos sejt. És akkor kiderül, hogy ennek a mikroglia sejtípusnak specifikus kapcsolatai vannak idegsejtekkel. Mint az idegsejtek, mint a mikroglia úgy struktúrálja magát, hogy ezt a kapcsolatot fönntartsa, létrehozza, megváltoztassa szükség esetén. Tehát emögött egy aktív folyamat van, szükség van erre, ez nem egy véletlen eredmény. Ezek számomra fantasztikus dolgok voltak. De mégis, hogyha ezekben a fantasztikus felfedezés örömébe elmélyedünk, azért marad egy másik kérdés, hogy mégis mi haszna van ennek a társadalom számára. Azt szoktuk legtöbbször mondani, hogy ilyen orvosbiológiai kutatásuknak valamilyen betegség megértéséhez, jobb terápia, jobb gyógymód kifejlesztéséhez lenne valamilyen köze, egy ahhoz vezető utat indítana el, esetleg csinálna végig. Most bizonyos esetekben, ilyen például a feszültségfüggő nátriumcsatorna, ez egy eléggé evidens, hogy annak nagyon sok élettani funkcióban fontos szerepű. Ugye feszültségfüggő nátriumcsatorna, ennek több típusa is van, ezek nagyon hasonlók egymáshoz, adott membránpotenciálon, gondolom ezeket azért tanultátok nagyjából, el tudjátok képzelni, szóljatok, hogyha segítsek ebben, alapig kinyílik, zárt állapotban nyitott állapotba kerül, és ezen döntően nátrium ionok tudnak mozogni. Annak függvényében, hogy milyen a nátrium ion koncentráció hajtóereje. Általában egészséges élettani körülmények között olyan, hogy nagyon sok pozitív töltés fog bekerülni a sejtbe, föltöltődik, depolarizálódik, majd ezután ez a nátrium csatorna inaktiválódik. Egy rövid ideig nem képes bezáródik, és nem képes további kationokat átengedni magán. Most, hogyha ebben a folyamatban valamilyen zavar támad, vagy a feszültségérzékenység, vagy túl korán, vagy túl későn, vagy nem tud felhalmozódni azokon a, például az axonnak a kezdeti dombjában, onnan kiindul az axon, vagy a Ranvier-féle befűződésekben, valamiért nincs ott elegendő számú, akkor valamilyen probléma, betegség lesz. Ezek mutációk következtében indulnak. Ennek a nátriumfüggőion csatornának van egy mutációja, és abból lesz valamilyen betegség. Ez egy viszonylag egyszerű dolog. Na de mi van akkor, hogyha egy másik alapvető felfedezést nézünk az idegtudományból, ezek a helysejtek. Nem olyan régen, 2014-ben Nobel-díjat ítéltek oda néhány olyan kutatónak, aki ennek a leírásában, kezdeti leírásában részt vett. Itt azt jelenti, hogyha például egy rákcsáló, egy kísérleti körülmények között, egy valamilyen útvonalon, egy labirintusban, vagy egy futókereken akár,
előre halad egy megadott útvonalon, akkor egy bizonyos sejtetjei, idegsejtjeinek az aktivitása annak függvényében emelkedik, hogy éppen milyen pozícióban van azon az útvonalon. De emellett mások is. Tehát nem egyszerűen a kétdimenziós vagy háromdimenziós pozíció, hanem például valahol jutalmat kap-e, vagy valahol megijesztik-e, az is befolyásolni fogja, hogy ott növekszik a sejteknek az aktivitása vagy sem. De ennek milyen gyakorlati kimenete van? Erre már esetleg nehezebb válaszol. Na de visszatérve, amik engem megütközött, hogy a DLLV helyett, vagy egy neuron, egy ingerület átvívő anyag helyett lehet, hogy egy neuron sok ingerület átvívő anyag, na hát ennek például a gyakorlati használat itt látjuk. Ezek a drogfüggőségben is, addikcióban résztvevő idegsejtek kapcsolatát mutatja be, akit nagyon érdekelnek a részletek, itt mellékeltem, hogy melyik közleményre érdemes rákeresni és elolvasni. Itt a lényeg csak az, hogy innen az agykérek felől jönne valamilyen jelzés ebbe az idegsejtbe. Egy másik agyterületről innen jönne egy ezzel párhuzamos jelzés. Segítené azt, vagy gátolná, kioltaná azt. Ez most mindegy is. Az a lényeg, hogy van egy harmadik idegsejt is, ami ebbe a kapcsolatba be tud szólni. És ha ebből a harmadik idegsejtből hiányzik az egyik komponens, kettő helyett csak egyik ingerület átvívő anyagot tudja... Hozd meg az előadást. Köszönöm a segítséget. Tehát akkor remélem most többen tudnak követni minket. Ott tartottunk, hogy ennek a egy neuron, több neurotranszmitternek igenis lehet jelentősége ebben az addikciós folyamatban, hogyha hiányzik ebből a bizonyos idegsejtből annak a lehetősége, hogy egyszerre több, például kettő neurotranszmitter is felszabaduljon, már is meg fogja változtatni itt a többi kapcsolatnak a súlyát, potenciírozni fogja olyanokat, amit gyengíteni kellene, és gyengíteni nem tud olyanokat, amiket egyébként kellene, és emiatt nagyon könnyen kialakulhat a függőség. Nem lesz, ami ellensúlyozza azt a függőséget. Ez rögtön egy olyan vonatkozás, amiben már ennek az újdonságnak szerepe van, és ezt nagyon sokan kimutatták. Beszéltem nagyon röviden a mikrogliáról, hát ott is rengeteg új távlatot nyitna a mikrogliának a kutatása, hogy megértsünk bizonyos agyi folyamatokat. És előbb hallhattátok nagyon részletesen a mikrobiomnak a szerepéről idegrendszeri betegségekben. Többek között, ha nem is kizárólagosan, az egyik kapocs a mikrobiom által termelt molekulák, reakciók, és az idegsejtek között pont a mikroglia lehet. Oda nem kizárólagosan, de lehetségesen. Na és akkor hogy is néz ki egy agykutatási projekt ezeknek a függvényében? Azért mondtam az idegtudományt, az agykutatást integratívnak, azért neveztem ennek, mert én azt gondolom, hogy ma úgy működik az agykutatás, hogy nagyon sokfajta módszert kell integrálni, hogy végig tudj vinni egy projektet. Egy másik oka is van, amiért integratívnak nevezhetjük, mert igazából úgy lehet jól megérteni az agynak a működését, és ez is egy újdonság, amit tanultam, amióta foglalkozom az idegtudománnyal, hogyha hálózatban gondolkodunk. Idegsejtek hálózatban működnek. Az a glia, a mikroglia, az egész ez hálózatban működik. Ha elfelejtjük a hálózati jellegét, soha nem fogjuk megérteni, én azt vallom. Itt írom, hogy sejten belüli folyamatok önmagában már egy komplex hálózatot képeznek, de hogyha belenézünk az agy szerkezetébe, a sejtes szint fölött is, hát ott meg a hálózati specifikusságnak, specializációnak egy valami nagyon kivételes esetét figyelhetjük meg. Az idegsejtek igazán arra lettek kitalálva, hogy hálózatokat képezzenek. Hadd mutassak be egy olyan projektet, ami nem olyan régen publikáltunk, október 1-én jelent meg nyilvánosan. Ebben azt csak azért mutatom ezt be, hogy lássátok, hogyan lehet például egy ilyen agykutatási projektet végigvinni, és mennyi fajta módszert kell integrálni abban, hogy az végül egy egészé, egy üzenetté összeálljon.
Itt ebben a tanulmányban az volt a lényeg, hogy a halántéklebenyi epilepsziák modelljében, állatkísérletes modelljében lévő folyamatokat jobban megértsük. Mik ezek a folyamatok? Hogy néz ki egy ilyen állatmodell? Kainátot, egy mérget injektálnak az agy bizonyos területére, ahol az ilyen burjánzást, ilyen axon, idegnyúlvány burjánzást okoz. Megfigyelhetők, ki vannak rajzolva ezek a nyúlványok, ez a kontrollállat, itt lent pedig a kainátosan megmérgezett állat. Látszik, hogy hol besűrűsödik. A mikroszkópos felvétel is ezt mutatja. És ezekből a sejtekből, amikben ez az axon burjánzás beindult, megnézték, hogy milyen messenger RNS-ek halmozódnak föl. Tehát mi a transzkriptomja azoknak a sejteknek, amelyekben az axon burjánzás beindul, szemben azokkal, amelyekben nem indul be. És itt találtak olyan géneket, amelyek felszaporodtak a kollégáim, és azt gondolták, hogy azok a felszaporodott gének, messenger RNS-ek, lesznek felelősek ezért a burjánzásáért. Hogyha ezeket a géneknek a titkára rájövünk, akkor magát az axon burjánzást is megérthetjük. És akkor az egyiket, ezt az ID2-t, ilyen angolosan szoktuk mondani legtöbbször, túltermeltették egy további állatcsoportban. Ezek egyébként egészséges állatok voltak, nem kaptak kainátot, de hogy a kainát injekcióra ez az ID2 önmagában túltermelődött, akkor itt most kísérletesen bevitték ennek a génjét, és túltermeltették. Nagyon hasonló morfológiát kaptak, mint hogyha kainátot adtuk volna be. Utána ezt igazolták, hogy nem csak egyszerűen hasonló morfológia van, hanem amik létrejönnek axonok, azok funkcionális kapcsolatot, sejt közötti kapcsolatot tudnak létrehozni. Hát ehhez megint másfajta módszerek kellettek. Az agyból szeleteket kellett vágni, in vitro preparátumokat kellett készíteni, olyan fehérjét kellett bevinni, ami fényre aktiválható, ez az optogenetikának a módszere, és így specifikusan lehetett a kapcsolatokat tesztelni. Végül élő állatban is megnéztük, hogy hogyan alakulnak ezeknek az állatoknak, amelyekben az ID2-t túltermeltettük, a viselkedése. Azt láttuk, hogy viselkedésben bizonyos memória feladatokat rosszabbul teljesítenek. Mintha nagyon túltanulnák magukat, és amikor felejteniük kellene, vagy konszolidálódnia kellene az emléknyomnak, akkor ez nem következik be. Emellett viszont megnéztük az agyhullámok, azt is, hogy néznek ki ezek az agyhullámok. Mert hogy ebben a halántéklebenyi epilepszia modellben, amit kaináttal váltanak ki, egy idő után jellegzetes kóros hullámtevékenység indul be. Ezt publikálták előttünk sokan mások. Viszont ebben meg nem indult be. Mi ennek a magyarázata? Elindultunk egy molekulától, az ID2-tól, amit egy ilyen transzkriptomikával kikutattunk. Ígéretes célpont volt, hogy ez lesz ennek az epilepszia típusnak a nyitja. Na, hasonló morfológiai elváltozásokat előidéztünk, de funkcionálisan nem találtuk meg. Hát a mi következtetésünk az, hogy az axon burjánzásnak valószínűleg nincs kulcs szerepe, az egy következménye csupán ennek a patológiás folyamatnak, az epilepsziás folyamatnak. Lehet ezt bonyolítani, és a hálózatos gondolkodást ismét be lehet vinni, mert hogy az ID2 az persze nagyon sok minden más befolyásol, azokkal is végig zongoráztuk, hasonló morfológia, utána a fiziológia, vagy hát a hullámtevékenység még már nem ugyanaz. Ebben a rövid előadásban, tehát azt szerettem volna nektek érzékeltetni, hogy szerintem az idegtudomány egy nagyon izgalmas terület. Nagyon-nagyon sok mindent kell művelnünk nekünk, kutatóknak, praktikusan egyszerre ahhoz, hogy összeálljon bennünk a kép. De mi magunk ehhez kevesek vagyunk, csapatban kell dolgozni. Ezért is integratív egy idegtudomány, mert itt nem egy agykutatóra van csupán szükség. Nagyon jó, hogyha van gyakorló orvosokkal, neurológusokkal, pszichiáterekkel például kapcsolatunk. Molekuláris biológusok, újfajta eszközöket, módszereket, például említettem röviden optogenetika. Hát, ha ez már valakinek ismerős volt. Tehát ez az optogenetika, hogy működhessen, erre egy hatalmas molekuláris biológiai arzenál kell, amit emögé tesznek. De fizikusok, matematikusok, szoftverfejlesztők modellezik azokat az eredményeket, amelyeket
mi összegyűjtünk állatokból. És ne felejtjétek például azt, hogy középiskolás is részt tud venni agykutatásban, még távolról is. Például ilyen Arduino programozással egy olyan mikrorobotot, vagy egy olyan labirintus rendszert tudtok csinálni, ami megtanítja az állatot egy feladatot elvégezni, és adott időben, amikor a kísérlet elindul, valamilyen kihívás elé állítja az állatot. És ez egy nagyon fontos feladat, ez egy hónap lenne például egy kutatónak megcsinálni, vagy kettő, ugyanennyi időszak megcsinálni egy középiskolásnak is, és akkor egy fél év során végig tud menni egy projektet, és ez egy baromi értékes részvétel a kutatásban. Én azt mondom, hogy nem csupán a kóros és az egészséges agyműködés megfejtése az idegtudomány célja, mert hogy az agynak a biológiáján túl magába az adatfeldolgozásnak a bámulatos világába is betekintést nyerünk. És így az egész jövendő technológia, ami félre is vezetheti a világunkat, de helyes irányba is terelheti. Ha agykutatást művelünk, és azt jól csináljuk, akkor az egy reménysugár nekem arra, hogy ne rossz irányba menjen a mesterséges intelligencia térnyerésével a jövendő, hanem a jobb irány felé. És a kutatás lényegén túl én azt is szeretném hangsúlyozni, hogy magának a kutatásnak önmagán túl nyúló célja is vannak. A társadalmi mobilitásnak annak, hogy például egy paraszt gyerek valahogy műveltebb legyen, mint például amilyen én próbálok lenni, annak is nagy szerepe van. Mert magamtól nagyon sok mindent nem tudnék elérni. De hogyha megkapom nem csak a gondviseléstől, hanem a kutatótársaimtól és azt a segítséget, amelyet megkapok, akkor már nagyon sok mindenre leszünk együtt képesek. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos, ez egy olyan fontos szegmens a társadalomban, ami viszonylag költséghatékonyan, de nagyon-nagyon nagy távolatokat tud számunkra nyújtani, hogy egy jobb, normálisabb társadalomban éljünk majd. És ott a tudománynak szerepe lesz persze, de a tudomány mindig túlmutat saját magán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha valakinek kérdése van, az kérem, ne habozzon. Hadd mutassam meg önöknek, hogy milyen agykutatással foglalkozni, és milyen agykutatási témákkal foglalkozni. Ez az? Megosztod nekem, hogy megvan. Köszönöm szépen. De megy messzire. Akkor megmutatom. A következő a probléma, amikor emberi betegségekről van szó, elsősorban emberi idegrendszert érintő betegségekről, nyilvánvaló, hogy emberrel nem csinálhatunk meg akármit. Egyértelmű, hogy ez olyan etikai kérdéseket vett fel, amit senki sem vállalna el. Viszont állatkísérleti modellen megnézhetjük, hogy bizonyos hipotézisek igazak-e egy emberi betegséggel kapcsolatban. De ez is számos problémát vet föl. Az első számú probléma az, hogy a patkány vagy az egér az nem ember. Tehát az agya az nem olyan, mint egy emberé. Nyilvánvalóan a modellezett betegségek sem lesznek olyanok, mint azok a betegségek, amik egy emberi agyban találhatók. Ráadásul az emberen végzett vizsgálatoknak is lesznek korlátai, mivel az emberek azok nem tenyésztett állatok, nem egy fehér dobozban élik le az életüket azonos körülmények között, és mindegyiknek különböző betegségei vannak, különböző gyógyszereket kapnak, másképpen élnek, stb. A másik tulajdonképpen egyfajta olyan kényelmi megközelítése a kutatásnak, hogy igyekszünk minél homogénebb, minél egyformább mintákon dolgozni. Ennek következtében az állatkísérleti modellekben használt patkányok és egerek majdnem mind hímek, ráadásul mind fiatalok, éppen elválasztva az anyjuktól, miközben a beteg emberek általában idősek és nem kizárólag hímek betegszenek meg. Tehát igazából akkor lenne jó egy állatkísérleti modell, ha ezt is figyelembe venné, és idősebb állatokat és nőstényeket is vizsgálna, de ez annyi ismeretlen tényezőt vonna bele a vizsgálatba, ami már szinte lehetetlenné tenné a kérdések értelmezését. Tehát vegyék észre, hogy ez itt
egy nagyon fontos, tulajdonképpen nem elméleti, hanem kifejezetten gyakorlati probléma, ami szinte nagyon megnehezíti azt, hogy a gyógyszerkutatás megfelelő gyógyszereket tudjon előállítani, amely minden esetben használ az embereknek. A másik, amit tudni kell, hogy ugye több szintje is van a kutatásnak, amelyeket egymással harmonizálni kell, és már az elején valahogyan meg kell tudnom satszolni, hogyha egy állatkísérletes modellt, vagy akár embereken végzett, emberi agyon végzett vizsgálatot csinálok, akkor abból hány egyet kell majd a hipotézisemet hogyan tudom mérésekkel igazolni, milyen statisztikai eljárásokat fogok használni, és a kvantitatív méréseknél a megfelelő paramétert kell kiválasztom. Tehát ha az a hipotézisem, hogy egy betegségben egy bizonyos fehérje részt vesz, akkor ennek a fehérjének a mérése kell például legyen a kvantitatív paraméter, amivel igazolhatom, hogy igen, tényleg részt vesz benne, vagy nem. Mindig érdemes előkísérletet csinálni, ahol ellenőrizni tudom, hogy igen, tényleg az a fehérje megváltozik, igen, tényleg meg tudom mérni, igen, valóban statisztikailag szignifikáns különbséget kapok. És akkor újra vissza kell térni a hipotézishez, a kiértékelésnél, és ellenőrizni, hogy tényleg összefügg-e a kettő egymással, valóban azt modelleztem-e, amit szerettem volna a betegségből megismerni. És utána lehet közleményeket írni, ugye alapkutató szempontjából, ez nagyon fontos, hogy megismerje a többi kolléga, az orvosok, a neurológusok, a pszichiáterek, hogy el tudják dönteni a gyógyszerkutatók, hogy vajon alkalmas-e arra ez a vizsgálat, hogy újabb gyógyszert készítsenek belőle, amivel gyógyítani tudják a betegséget. Nézzük akkor, hogy néz ki a gyakorlatban. Ez egy Alzheimer-kóros festőművész volt, akit megkértek, amikor diagnosztizálták az Alzheimer-kort nála, hogy minden évben csináljon önarcképet magáról, ő teljesen önként vállalkozott erre, tehát nem kényszerítették, és hát megfigyelhetik a betegség progrediáló, ez azt jelenti, hogy ahogy az idő telik, egyre rosszabbá válik a helyzet, romlását az intellektuális képességeinek. Tulajdonképpen erről van szó. Az Alzheimer-kór, ami egyre több és több embert érint, elsősorban a fejlett nyugati társadalmakban, egy progresszív elmúlás. Különösen ijeszti az absztrakt gondolkodás és ítélő képességnek a sérülése, ami nagyon sok tragikus családi, hát tulajdonképpen eseménynek is az alapja, amikor megváltozik az idős ember személyisége, és nem érti, hogy mi történik vele, csak azt regisztrálja, hogy egyre rosszabb a helyzet, megváltozik a körülmény körülötte, elpakolják a dolgait, nem talál semmit, nem érti, hogy mi történik vele, és nyilvánvalóan azt a következtetést mondja le, hogy ezt a családtagjai csinálják vele. Ilyenkor történik aztán, hogy egy teljesen idegen ember, aki megfelelően beszél velük, a hatalmába kerítheti, megszerezheti a családi örökséget, mert jobban bíznak benne, mint a körülöttük lévőkben, akiről gyanítják, hogy felelősek azért, hogy ők ilyen rossz helyzetbe, rossz intellektuális pozícióba kerültek. Miért elsősorban a nyugati társadalmakat sújtja? Azért, mert idős korban nő a gyakorisága. Minél idősebb valaki, itt láthatják a statisztikákat, annál nagyobb valószínűséggel fordul elő. Nem élnek elég ideig azok az emberek, és régen sem éltek elég ideig, ugye most azt mondjuk, hogy gyakoribb lett. Hát sokkal tovább élnek az emberek. Nyilván, amikor 60 éves korukban általában meghaltak, akkor jóval kevesebben voltak Alzheimer-kórosak, mint most. Tehát ezért nehéz megmondani, hogy mennyire vált gyakoribbá egy betegség, de gyaníthatóan szerepet játszanak különféle környezetszennyezési és egyéb tényezők is a betegség egyre gyakoribb előfordulásában.
Így néz ki makroszkópusan az agy, megfigyelhetik itt ezeket a barázdákat, hogy mennyire mélyek lesznek itt is. Ez ugye a temporális lebenyben van, ez a homlok lebenyben van. A temporális lebeny elsősorban a memóriáért és a tanulásért, a homlok lebeny pedig elsősorban a döntéshozatalért és az absztrakt gondolkodásért felelős. Ezek a területek atrofizálódnak, azt jelenti, hogy a sejtpusztulás miatt összezsugorodnak, tehát elfogynak onnan az élő sejtek, és emiatt összezsugorodik az a terület. Így néz ki, amikor egy ezüst impregnációs eljárással megfestik, és itt látható mind a két legfontosabb megfigyelhető elváltozás, az úgynevezett neurofibrilláris kötegek, amelyek kitöltik a neuronokat, és a neuronális plattok, ezek ilyen platnik, elég nagyok, amint megfigyelhetik, 2-3-szorosa az átmérője egy sejtnek, és ezek a plakkok tartalmaznak úgynevezett amiloid beta proteint, amiről még mesélni fogok. Itt pedig egy immunfestett sejtet láthatnak, amelyben a neurofibrilláris kötegeket alkotó tau fehérje van. Mind a kettőt meg lehet találni az Alzheimer-kóros emberekben. Melyik felelős a memória romlásért? Melyik csinálja azt, hogy az emberek nem tudnak többet gondolkodni? Rengeteget kísérleteztek ezzel kapcsolatban, na és arra jutottak, hogy nyilvánvalóan ezek az Alzheimer-féle plakkok itt van, ezekben ez az amiloid béta fehérje olyan konformációt vesz fel, olyan térszerkezetet vesz fel, ilyen úgynevezett béta redőzetet, ami ilyen így néz ki gyakorlatilag, amit nem tudnak megközelíteni az enzimek, nem tudják lebontani, tehát ezért lesznek ezek a placsnik ott a neuronok körül, mert egész egyszerűen fölhalmozódik ez a fehérje, rátelepszik a sejtekre, a sejt közötti állományban is fölhalmozódik, és gyulladásokat kelt, valamint egyszerűen elpusztítja a neuronokat. És itt vannak a taufehérjék, amik sejten belül halmozódnak fel, és megakadályozzák azt, hogy a sejtek képesek legyenek transportálni, tehát szállítani a saját fehérjéiket, eljutatni a szinapszisokba, hogy szinapszisok működjenek egyáltalán. Na és a tau nyert. Tehát kiderült, hogyha csak amiloid beta felhalmozódás van a sejtek körül a sejt közötti állományban, az is rontja a nyilvánvalóan a sejtek működését, hát nyilván nem tesz jót nekik, hogyha ilyen kupacokba áll a szemét a sejt közötti állományban, de ami igazán és specifikusan rontja a memóriát és a sejtek működését, az a tau protein. A tau protein ezeknek a szintén abnormális konformációjú fehérjéknek, ezek ilyen helikális szerkezetet vesznek fel, ezeknek a felhalmozódása akkor is rontja már a sejtek működését, amikor nincs is amiloid béta felhalmozódás. Immunfestéssel is ki tudtuk ezt mutatni, itt láthatják, hogy ezekben a plakokban ilyen sejtdarabkák vannak, dendritek, gliális maradványok, és egy csomó egyéb fehérje, ami egyszerűen beleragad ezekbe a plakkokba. Ezzel kapcsolatban kérdés? Igen? Nem hallom. A testvérművész, én láttam több képet is, és már nagyon periódikus volt. Így van. Pontosan így van. Tehát ezt találták, hogy a betegségnek vannak úgynevezett ilyen remissziós fázisai, amikor jobbá válik a helyzet, és rosszabb fázisai. De a végén már nem volt javulás. Tehát a legvégén már nem történt ilyen, de valóban ezt több elmebetegség esetében is megfigyelték. A szkizofréneknél is vannak ilyen úgynevezett subok, tehát ilyen
olyan periódusok, amikor romlik a helyzet, és olyan, amikor javul. Egyébként ugyanezt találták ilyen demyelinizációs, tehát olyan szindrómákban, ahol a mielin borítás eltűnik az axonokról, ott is megfigyelték, hogy bizonyos periódusokban visszanul. Tehát ez valóban előfordul. Igen? Csak hívják, hogy az életmód, az mennyire rengeteget vizsgálták, és azt találták, hogy a legrosszabb, ami történik, és ami a legjobban rontja a helyzetet, az a mozgáshiány. Tehát ennek kifejezetten fizikai, kémiai okai vannak, ugyanis a mozgás következtében olyan neurotrofinok, idegrendszert tápláló, idegsejteket tápláló, szinapszis képző anyagok szabadulnak fel, ami kellenek ahhoz, hogy a szinapszisok a helyükön maradjanak, meg ahhoz is, hogy új szinapszisok képződjenek. Tehát ha valaki állónak a tévé előtt, vagy a számítógépes játékok előtt ül, és nem csinál semmit, nem mozog, hiába egyébként van az agyában valamilyen fajta tevékenység, a mozgás hiány miatt nem képződik elég ilyen neurotrofin, ami új szinapszisokat, vagy a helyükön tartaná a már meglévő szinapszisokat, és fokozatosan elbutul. A jó hír az, hogy viszont nincs olyan rossz állapot, olyan rossz idegrendszerű betegség, amin valamilyen fajta fejlesztési tevékenységgel ne lehetne segíteni. Tehát, hogyha rendszeres séta, vagy például mostanában írták le, hogy a ritmikus tánc. Tehát időseknek javasolják a táncot, mert az, hogy időzíteni kell a mozgást. Tehát, hogy a mozgást nem egyszerűen csak elmegyek a sorokig meg vissza, hanem össze kell hangolni egy partnerrel, meg a zenével, meg a ritmussal. Ez olyan bonyolult tevékenység, hogy fejleszti az agyat. Például. Tehát mozgás és a táplálkozás. Tehát azt találták, hogy a sok hús, ugye mutattam az Alzheimer korban, fehérjék halmozódnak föl. A sok fehérje fogyasztás egyszerűen lehetetlenné teszi a normális fehérje bontást. Tehát erre is oda kell figyelni. Sok zöldség, még több zöldség és rengeteg tánc meg mozgás. Igen? És meg az, hogy a mobiltelefonokat a nagyon korai használtak, például kicsi korban, tehát 7-3 éves gyerekeket látott nyomogatni, ez erre volt már a mutatás? Volt, igen, ettől meghűlnek. Tehát ez tényleg, tehát így bocsánat a vulgáris kifejezésért, tényleg, tehát különösen, hogyha ilyen 2-3 éves gyerekeknek odaadják a mobiltelefon, volt olyan, amelyik nem tanult meg rendesen beszélni. Egyszerűen nem beszélt vele senki. Képzeljék el, hogy nem foglalkoztak vele, hanem egyszerűbb volt a kezében nyomni a telefont, azt ott elnyomkodta, és egyszerűen nem tanultak meg bonyolult mondatszerkezeteket összerakni. Ilyen körülbelül olyan szinten tanultak meg beszélni, mint egy papagáj. Ijesztő, ugyanis, hogyha ezt egy bizonyos korig nem tanulnak meg beszélni, akkor később már nem tudtak. Tehát ez az agynak egy bizonyos plaszticitási ablaka, olyan elsősorban olyan 4-8 éves korig, 8 éves kor nagyjából a végső határ, ha azt addig nem csinálja, többet nem fogja. Jó, menjünk tovább, mert tehát az epilepszia, mint betegség, nagyon sokféle. Amivel mi foglalkoztunk, az a temporális lebenyepilepszia, ami felnőtt korban a leggyakoribb, onnan azokból a betegekből ezeket operálják leggyakrabban, kaptunk agymintákat. Ez egy olyan betegség egyébként, amit visszatérő rohamok jellemeznek, amiket az ember is mutatott maguknak, és hát változatos, tehát rendkívül változatos az etiológia, tehát hogy milyen típusú rohamaik vannak, vagy mikor jelentkeznek, és hogy milyen sejtpusztulási mintázat van bennük. Ráadásul ezeket, hát nem, jelenleg nem lehet visszaállítani azt az állapotot, amikor nincs roham. Tehát nem olyan, mint amikor valakinek elmúlik a náthája, és akkor olyan lesz, mint rég. Ezt az állapotot nem sikerült még elérni. A kezelés az jelenleg a rohamok megakadályozását célozza, mivel a rohamok azok nagyon nem tesznek jót sem az életvitelnek sem, a mi eredményeink
illetve az állatkísérletes modellek szerint pedig olyan neuronhálózati átalakulásokat okoznak, sőt sejtpusztulást, ami nyilvánvalóan nem tesz jót a betegeknek. Egy nagyon rövid bevezetés a hipokampusz anatómiájába. A hipokampusz egy olyan része az agynak, amely a tanulásért és a memóriáért felelős, és a temporális lebegy, tehát halánték lebegy eredetű epilepsziában kulcs szerepet játszik. Nagyon sokszor ez az a terület, ami az epilepsziás rohamok kiindulási fókusza. Tehát a fekete, sötét vonalak azok a fősejteknek a rétegeit jelzik. A gyrus dentatus, ami fogastekervény magyarul, abban szemcsesejtek vannak, itt van lerajzolva egy kecses szemcsesejt, és itt pedig, amit kornoammonisnak vagy ammonszarknak hívunk, vannak a piramis sejtek, mint fősejtek. Nagyon bonyolult kapcsolatrendszer köti össze őket. Az entorinális, vagyis szaglókéreg látja el fő bemenettel a gyrus dentatus szemcsesejtjeit és a kornoammonis piramis sejtjeit is, ez a piros. És aztán a szemcsesejtek axonja a CA3 régió kornoammonisnak a rövidítése, a piramis sejtjein végződik, azok pedig a CA1 régió piramis sejtjein végződnek, ami elvetít a szobikulumba, ami visszavetít az entorinális kéregbe, a szaglókérbe. Ez egy időzített bomba. Gyakorlatilag csak serkentő bemenetekből áll, amelyek visszavetítenek egymásba, körbe. Ha csak ezek a sejtek lennének, állandó epilepsziás rohamaink lennének, mivel a legkisebb serkentés bekerül ebbe a körbe, az körbe megy, és újra, és újra, és újra. De vannak benne gátló sejtek is, és még megmutatom a hogy néz ki makroszkóposan egy epilepsziás beteg hipokampusza. A gátló sejtek azok, amik megakadályozzák, hogy ez a serkentés eluralkodjon az agyon, és folyamatos epilepsziás rohamokat okozzon. Nagyon sok fajta gátló sejt van, majd fogok mutatni néhányat. Tehát így néz ki egy kontroll embernek a hipokampusza, akinek nincsen epilepsziája, és kétfajta epilepsziás elváltozást is találhattunk az epilepsziás betegekben. Egy olyat, amelyikben enyhe sejtpusztulás volt, elsősorban a gátló sejteket érintette, és egy olyat, amelyikben nagyon erős fősejtpusztulás volt. Nézzék meg, ekkora a kornoammonis vastagsága az enyhe esetben, illetve a kontrollban is, és ekkora a súlyosabb sejtpusztulású esetekben. De esetre ez a kép már is megmondja nekünk, hogy az epilepsziás rohamokat nem a sejtpusztulás csinálja, mert ezeknek a betegeknek, akiknek nem volt súlyos sejtpusztulása, ugyanolyan súlyos epilepsziás rohamai voltak, meg kellett őket operálni. Tehát ez azt jelenti, hogy önmagában az, hogy innen hiányzik, meg innen is hiányzik egy csomó sejt, ez nem okoz epilepsziát, mert valami egyéb kell hozzá. Mi úgy gondoltuk, hogy a neuronhálózati átalakulások kellene hozzá, amit az idegrendszerben a gátló sejtek csinálnak, és nem csak a serkentők. Tehát itt még egyszer láthatják, hogy hogy néz ki. Itt a fogastekervény, vagy gyrus dentatus, itt vannak a szemcsesejtek, itt vannak a piramis sejtek, kornoammonizban, és itt megfigyelhetik egy szklerotikus, tehát súlyos sejtpusztulású esetben. Eltűnt innen az összes sejt. Innen is eltűntek a sejtek. A szemcsesejtek egy része elvesztette ezt az anyagot, amit itt tartalmaz és kalbánydínnak hívjuk, és szétvándoroltak, fölvándoroltak a stratum molekuláriban. Ugyanezt megcsináltuk állatban is. Tehát akartuk, hogy biztosan egy olyan állatkísérleti modellünk legyen, ami hasonlít az emberi epilepsziás hipokampuszra. És itt láthatják, hogy eltűntek a sejtek a kornoammoniszból, itt van a szemcsesejtréteg, itt van nagyobb nagyítása, eltűnt a kalbánydin
egyes sejtekből, és a sejtek szétvándoroltak, amikor egy szép, keskeny réteg helyett fölcsúsztak ide a sejtrétek fölé. És természetesen mutatták az epilepsziás rohamokat, tehát ez a kontrollállatnak az éber aktivitása, és itt láthatják a tüskéket, amik megjelennek gyakorlatilag az epilepsziás állatokban, és kialakul a rohamon. Itt megfigyelhető. Na most még egy pillantást vessünk az elektronmikroszkópos szerkezetre. Gondolom, azt ismerik, hogy itt az axon, itt a dendrit, így néz ki a szinapszis, és így néz ki elektronmikroszkópa. Ennek a nagyon vékony metszete, 60 nanométer vastag metszetét látják itt. Itt van egy immunfestett axonterminális, ami ennek a dendritnek a tüskéjén, látják itt, ez egy cuki tüske, egy aszimmetrikus szinapszist ad. Azért nevezzük aszimmetrikusnak, mert az a fehérje lerakódás, ami a szinapszisban a posztszinapszist alkotja, vastagabb posztszinaptikus oldalon, mint a preszinaptikus oldalon. Ezek a serkentő szinapszisok, és mutatok gátlót, tehát itt látnak egy immunfestett dendritet, itt vannak a mitokondriumok. Ezek a kis karikák, a vezikulák. Hangsúlyozom, 60 nanométer vastag ez a metszet, ami azt jelenti, hogy 10-9, tehát a milliméternek az ezred részének az ezred része, 10-6. Úgyhogy piros nyillal jelöltük azokat a szinapszisokat, amik aszimmetrikusak, tehát serkentőek, és itt kékkel nyillal látják, hogy itt van egy olyan szinapszis, ami ilyen sokkal gyengébben festettnek látszik, mert itt nincs olyan lerakódás, mint itt. Ez a lerakódás a nátrium csatornáktól és az AMPA receptoroktól, tehát a serkentő aminosav receptoroktól van, glutamát receptorok. Olyan mennyiségben vannak glutamát receptorok a serkentő szinapszisnak a posztszinaptikus oldalán, hogy egy külön csíkban látszódnak az elektronmikroszkópban festetlenül is. Tehát ha nem festem meg őket külön, akkor is látszanak, olyan sok van belőle. Most azért csináltuk ezt, mert azt gondoltuk, hogy a serkentő vagy a gátló szinapszisoknak a megváltozása okozza az epilepsziás rohamot. De melyik? Mérjük meg. Azt csináltuk, hogy megmértük a dendritek kerületét, és külön megjelöltük a szinapszisok aktív zónáit, ugye pirosak a serkentőkék, a gátlók, és azt gondoltuk, hogy majd az egyik megnő, a másik meg nem. De mind a kettő megnőtt. Tehát kiderült, hogy a serkentő és a gátló szinapszisoknak az aktív zónája, a mennyisége, az aktivitása is megnő az emberi epilepsziás betegekben, de azt is találtuk, hogy a gátló szinapszisoknak a mennyisége nő meg nagyobb mértékben. Tehát ez irányította rá a figyelmet, hogy a gátló neuron hálózatoknak az elváltozása állhat az epilepsziás rohamok mögött. De miért? Megnéztük a dendritikus gátlósejteket, amik megnőttek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kép, meg ez a kép, ami egy epilepsziás betegből van, azonos nagyítással készült, és azt találtuk, hogy hatalmasra nőttek ezek a sejtek. És olyan tulajdonságokat mutattak, mint a fejlődő agynak a sejtjei, tüskék jelentek meg a dendriteken és a sejtesteken is. Tehát ezeken a sejteken lehetett látni a neurotrofinok működését, ugyanis az elektromos aktivitás következtében megjön a neurotrofinok szintje. Tehát ezek a sejtek lehetnek az okai egyrészt annak, hogy megnő a gátlóba menet a fősejteken. De azt is találtuk, hogy egy másik sejtípus viszont, amelyik szintén a dendritikus régióban, és azokon a sejteken végződik, amik szintén interneuronok, lecsökken. Tehát nézzük meg, itt vannak sejtek ebben a régióban, meg majd mutatok még, de itt epilepsziás betegekben ezeknek a sejteknek a mennyisége lecsökken. Miközben
A terminálisok mennyisége, ugye ezek az axon terminálisok már az unalomig ismert aszimmetrikus szinapszisokkal, ezeknek a mennyisége nem csökken, hanem nő. Jóval több van, meg is mértük, hogy mennyivel van több. És kiderült, hogy ez egy bemenő pálya, ami a hipotalamuszból jön, a szupramamilláris nukleuszból és serkentő. Tehát ez növelte meg a serkentő bemenetek mennyiségét. Tehát azt is igazoltuk, és utána megnéztük azokat a sejteket. Ezekben a terminálisokban egyébként van P-anyag. P-anyag egy nagyon ősi olyan peptid, ami részt vesz a fájdalomérzékelésben, a tanulásban, tehát rengetegféle folyamatban játszik szerepet, és az hipokampuszban is különböző dendritikus gátlósejtekben van jelen. Mégpedig így. Tehát lerajzoltuk ezeket a sejteket, és kiderült, hogy ezek megváltoztatják a helyüket epilepsziától. Tehát normál körülmények között itt vannak lent, a szemcses sejtek alatt. Epilepsziás betegekben, amelyet, hogy sokkal több dendritjük van, több elágazódásuk van, morfológiailag is megváltoznak, fölmásznak ide a szemcses sejtek fölé. Tehát mi történik? Egy újabb olyan jelenséget találtunk, ami növekedésre utal, vándorolnak ezek a sejtek, és dendritjeik is sarjadzanak, nem csak az axonok sarjadzanak. A karnetinin tartalmú sejtek viszont, itt láthatják a kontrollt és az epilepsziást, nagyon erősen lecsökkennek számban, és szétesnek a dendritjeik. Ezek azok a sejtek, ami több más idegsejtnek a gátló bemenetét összehangolják. Tehát ezek a sejtek részt vesznek a többi sejt működésének az összehangolásában, és ezek mennek tönkre epilepsziában. Úgy találtuk, hogy tehát egyrészt megnő a serkentő bemenet, másrészt megnő a gátló bemenet is, elsősorban a periszomatikus, tehát azokban a régiókban, amelyek a idegsejtek jelgenerálásáért felelősek, megnő a gátló bemenet, ami növeli az egész hálózatnak a szinkronitását. De ráadásul kiesik egy olyan sejttípus, ami összehangolná az egészet. Ezek a sejtek pedig meghalnak. Tehát az egész rendszer gyakorlatilag destabilizálódik. Ezért lesznek epilepsziás rohamok. Ha csak a serkentő bemenetet néznénk, az önmagában nem lenne elég ehhez. A gátló bemenet teljes összeomlása, az, hogy eltolódik az egész a szinkronizáló bemenetek felé, az okozza ezeket az epilepsziás rohamokat. Na, hát nagyon sok ember vett részt ezekben a kutatásokban, ezek a jelenlegi tanítványaim, Paraszti Cecília, Szocsics Péter és Tóth Kata, de rengeteg egyéb ember, akiket nem tudok felsorolni, és még ezen kívül is nagyon sokan, akiknek köszönöm a munkáját, és én Frank Tamással kezdtem ezt a kutatást, és köszönöm a figyelmet. Epilepszia? Kérdés? Igen? Nekem az volt a kérdés, amit elsősorban mutatásra tanultam, hogy valaki epilepsziás utokra, akkor csak a szelíd szabad stabilizálni és megtartani, és hogy a végkörülön fejét kell szabadulni, és mi az? Az az oka, hogy ha valaki nagy rohamot kap, és lefogják a kezét meg a lábát, akkor eltörik. Nem egy esetben ez is történt. Tehát a lelkes segíteni vágyó, a tényleg segíteni vágyó emberek rátérdeltek, és aztán eltört a karja, meg a válla, meg hasonlók. Tehát emiatt javasolják azt, hogy ne verekedjünk az epilepsziás beteggel, hanem a létezhető, tehát még azt is mondják, hogy inkább tegyünk a feje alá valamit, és akadályozzuk meg, hogy beverje magát valahova, de ne próbáljuk a tagjait lefogni, mert akkor csak eltörik, tehát ezt nem szabad csinálni. Még? No, hát köszönöm a figyelmet. Azt előbb, hogy bárkinek a nevét elmondják, vagy leközlik, például egy tudományos bemutatáson, vagy egy tudományos cikkel nincs, és hát ezt nem szabad csinálni. A másik, amivel szintén törődni kell, az az, hogy
akik nem, nincsenek az ítélő képességük teljes birtokában, ott nagyon sok korlátozás van, hogy nehogy a helyzettel visszaélve esetleg olyan kísérleteket végezzenek rajtuk, amiket nem akartak a betegek, csak nem tudták elmondani. És hát persze van egy csomó, pont így a, ezekkel a vagy például gyerekeket érintő betegségek esetében szintén, tehát minden esetben az etikai törvények azokat védik a legjobban, akik nem tudnak önmagukról gondoskodni. Volt például egy kísérlet, amiben időseket mondtak be, és ugye azt akarták, hogy elsősorban akiknek demenciájuk van, azoknak visszaadják az emlékeit, visszaadják a képességet, hogy iszonyatos, amikor ezeknek az embereknek az állapota leromlik, és nem ismerik fel például a családtagjaikat, borzalmas fájdalommal jár az, hogy valaki a saját gyerekét nem ismerik fel például. És ki is derült, hogyha nagyon nagy dózisú, de brutál dózisú B-t, amit kaptak például, akkor javul a memóriájuk, és újra tudnak beszélgetni a családtagjaikkal, és újra visszakerülnek a emlékeik, és akkor az. Igen, ám, de kiderült, hogy ez a brutális dózisú B-t, ami növeszti a rákot. Természetesen nem is mondtak be olyan embereket, akiknek rákja volt, ne gondolják. De azok az emberek, akik ekkora dózisú B-vitamint kaptak, azok között, akik még 10 évig sem lettek volna észrevehetően rákosak, 1 év alatt is kifejlődött nekik olyan rákbetegségük, ami addig nem volt. Egyszerűen azért, mert a vitamin, amit kaptak, nem csak az idegsejtjeiknek tett jót, hanem a ráksejteknek is. Ezért kell rendkívül vigyázni, hogy milyen eljárásokat, milyen kezeléseket és hogyan alkalmaznak embereken. Tehát sokszor kiszámíthatatlan, hogy mi történik, ezért is az én tapasztalatom az, hogy mindig együtt kell csinálni a modellkísérletet a valódi betegséggel. Ez esetben nem fordulhat elő, hogy valaki olyasmit modellez, ami a betegségben sose volt, mert olyan is volt. Tehát sokáig dolgoztak például olyan antidepresszánson, ami olyan receptort célzott meg, ami csak a patkányban volt, emberben nem. Tehát hiába hozták létre a gyógyszert, ami kiválóan gyógyította a patkányok depresszióját, az emberekben még mellékhatásokat sem okozott. Tehát erre is figyelni kell. De arra is figyelni kell, hogy amit ki tudok szűrni egy modellben, hogy nem tesz jót embereknek, azt te csináljam emberekkel, mert arra ott a modell kísérlet. Mindig együtt kell a kettőt. Szóltál neki? Kedves diákok és tanáraitok, nem tudom, volt valami bemutatás, hogy én ki vagyok, vagy ilyesmi, vagy én mutatom a magam. Szuper. Tehát én Varga Viktor vagyok. A kéreg alatti modulátoros kutatócsoportnak vagyok a vezetője itt a Pokiban, és most arról szeretnék beszélni, hogy miért fontos, hogy az agyunkban a különböző agyterületek, idegsejtek összhangban működjenek. Ugye, megpróbálom. Az előadás az 3 részből fog állni. Először azt szeretném elmondani, hogy miért fontos az összhang, egyáltalán hogyan érhető tetten az agyban. Akkor a második rész az egy kicsit absztraktabb lesz, de szerintem nagyon izgalmas. Ez pedig arról szól, hogy a neurális kód az agyától kódolt információ szempontjából miért fontos, hogy összhangban működjenek a különböző agyi komponensek. És végül pedig arról is beszélnék, hogy mi történik, ha megbomlik az összhang. Ugye először próbáltam keresni valamilyen jó illusztrációt arra vonatkozólag, hogy mi történik, hogyha van összhang a rendszerben, és mi történik akkor, hogyha nincsen. Ez 2 videó,
és ha a számítógép engedi, ha összhang van közötte és köztem, akkor megpróbálom lejátszani őket. Nem az egészet természetesen. Inkább hallgatni. Igen, szóval sajnos most nem egy epizódja, hanem az előadásom, és akkor a következő videó, az csak nagyon rövid fog. Mindenből nem műsödik. Ugye, amit itt hallottunk, hogy az első esetben ugye a profi zenészek egymásra és a karmesterre figyelve előadtak egy művel, ami harmonikus volt, fülbe mászó, kellemes. A második esetben, hát ugye nem profi zenészek, se egymásra nem tudtak figyelni, sem pedig a karmesterre, és amire egy kisült belőle. Az első esetben volt összhang, a másodikban nem. Most a természetből körülnézünk, akkor rengeteg helyen beleütközhetünk összehangolt folyamatokban. Itt három példát mutatok, csak az első ugye fönn, bal felső részen az együtt repülő madarakból kialakuló gyönyörű formáció. A halak ugyanezt meg tudják csinálni, ez a jobb oldali, és alul, amikor nagyon tetszik nekünk valami, egy előadás, vagy egy koncert, és kialakul vastaps. Érdekes módon egyébként, főleg kelet-európaiakra jellemző a vastaps, nyugaton ezt nem annyira megfigyeltük. Az is egyfajta összhangnak a kialakulása a nézők között. Na most hogyan érhetjük tetten az agyban az összhangot? Először ugye egy ilyen kis diát betettem ide, hogy azt érzékeltessem, hogy az összhang az egyik legfontosabb feltétele a sikeres kommunikációnak, hogyha két ember nincs összhangban, akkor nem tud kommunikálni, és az agyban, ha két vagy többen nincs összhangban, akkor nem fog megvalósulni információcsere. Na és akkor nézzük. Ha beszúrunk elektródokat állatok vagy emberek agyában, itt most egy alvó egérke látszik, ugye egy éber egérke, illetve által róluk szóló sematikus rajz, akkor ilyen fantasztikus ritmusokat látunk. Ezek a ritmusok, ezek ilyen egészen szabályosnak tűnő aktivitás mintázatok, és sok millió neuron együttes működése hozza létre őket. Ilyen ritmusokban léptennyomon beleakadhatunk, bárhova szúrjuk az elektródot az agyba, és bármilyen állapotban valamilyen ritmust látni fogunk. Ugye a populáris kultúrában biztos az alfáról, ugye nem ikünk alfába, stb. Ez egy 8-10 Hz-es ritmus, vagy vizuális kérdi területről. De hát itt látszik, lassabb, gyorsabb. Kérdés, mit csinálnak a neuronok? Hogyan hozzák létre ezeket a ritmusokat? Itt a dia címük fel is írtam, hogy a kulcs az az összehangolt aktivitás. Ugye ahhoz, hogy mérni tudjuk neuronok aktivitását, be kell tenni elektródot, van olyan elektród, ami nem annyira finom, mondjuk egy sima drót, ez sok ezer, tízezer millió idegsejt aktivitását fogja mérni, és van olyan elektród, amivel egyes idegsejtek aktivitását is tudjuk regisztrálni. Ha megnézzük, hogy ezek az elektródok milyen jelet vesznek föl, akkor látjuk, hogy a makroelektród, ami sok ezer idegsejt aktivitását veszi, monitorozza, fogja nekünk ezt a szép, szabályos jelet adni, amit előbb láttunk, ezt a ritmust. Ezt egy téta ritmusnak hívják, de ez most részletkérdés. És itt van egy idegsejt. Mit csinál az idegsejt?
Minden egyes függőleges vonal egy akciós potenciál. Amikor egy idegsejt egy akciós potenciált kibocsát magában, ez alatt a pár millisekundum alatt egy jelet küld a vele kapcsolatban álló több idegsejtnek. Havó, én most mondani szeretnék valamit. Ez az idegsejt, az látszik, hogy itt nagyon szabályos időközönként ilyen üzenetcsomagokat küld ki, és ezek az üzenetcsomagok, ezek nagyon szorosan kapcsolódnak ennek a ritmusnak bizonyos részeihez, vagy másképp fogalmazva fázisaihoz. Hogyha sok idegsejt vezetünk el, akkor azt látjuk, hogy ha sok ilyen idegsejt egyszerre működik, egy fázisban, egy időablakban küldenek üzenetet, ez kicsit olyan, aminek a foci meccsen ugye bíztatja valaki, vagy bíztatják a szurkolók a csapatukat, és így elkezdenek hullámozni. Ha együtt hullámoznak azok az idegsejtek, akkor létrehozzák ezeket a szabályos ritmusokat. Ilyenkor az idegsejtekből ki és az idegsejtek beáramló ionok együtt mozognak, hol pozitív lesz az idegsejtnek az egyik része, hol negatív, és ez a szabályos hullámzó töltésáramlás létrehoz ezt a ritmust. A kulcs itt is az összhang. Ha nincs összhang, nincs ritmus. Kérdés, hogy miért fontosak ezek a ritmusok? Egyáltalán mi szabályoz ezeket a ritmusokat? És akkor ide földre írtam, hogy pacemakerek, biztos hallottam már, ugye, akinek nagyon súlyos szív ritmus zavara van, ő kaphat egy speciális elektromos szerkezet, egy pacemakert, ami egy szabályos ritmust fog adni majd a szívének. Ezek a pacemakerek olyanok, mint a karmester. Ugye a karmester irányítja a zenekart, a pacemakerek irányítják a ritmusokat. A legismertebb pacemaker, ahogy előbb is említettem, az a szívben van, ez a szinusz csomó, ezek módosult szívizom sejtek, amik létrehozzák ezt a ritmust, ami széterjed a szívizomba, aztán vezérli a szívnek a működését. De az agyban is vannak ilyen pacemakerek, én itt az egyik kedvencemet mutatom, azért a kedvencem, mert ezzel dolgoztunk elég sokat. Ez a mediális septum nevű terület, és nem csak azért fontos, mert mi ezzel dolgoztunk, hanem azért, mert ez az a terület, ami a ritmust létrehozza az epizodikus memória kialakulásukor, és hogyha ezt a területet bármilyen módon kiiktatjuk, akkor ugyanolyan tünetegyüttes áll elő, mint az Alzheimer-kor, vagy bármilyen memória zavart okozó demencia esetében. És miért is? Azért, mert ezen a területen van ilyen fantasztikus, ez saját magunk által jelölt sejt. Egyébként tehát vannak ezen a területen ilyen hatalmas idegsejtek, amik kapcsolatban vannak az epizodikus memóriarendszer szinte minden komponensével, és ezek az idegsejtek létrehoznak egy ritmus, és ezt a ritmus mindenhova eljuttatják ebbe a rendszerbe, és összehangolják az általuk beidegzett, vagy a velük kapcsolatban álló területeknek a működését. És hát itt csak három darab ilyen idegsejtnek lehet látni az aktivitását, illetve hát éppen, hogy lehet látni. Az a lényeg, hogy itt ilyen sávok vannak, tehát ők nagyon szabályosan együtt tudnak működni. És akkor egy kísérletet szeretnék mutatni nektek, hogy az agyterületek összehangolása az miért fontos, és hogy is történik a viselkedés során. Ez a kis ábra csak annyit mutat, hogyha két terület össze van hangolva, itt a kék meg a piros, amikor az egyik üzenetet akar küldeni, akkor a másik az reagálni tud rá. Ezek a kis függőleges vonalak, ezek az üzenetküldést jelentő akciós potenciálok, amik az egyik üzenetet küld, a másikra is fog ilyen akciós potenciálokat létrehozni, és visszaküldi az ő üzenetét. Viszont a szürke az teljesen aszinkron, vagy hát függetlenül nem összehangolt módon működik a pirossal és a kékkel, és hiába akar üzenetet küldni a pirosnak, olyan állapotban, hogy ezt nem képes fogadni, és fordítva is, a piros is küld neki üzenetet, de ő erre nem fog reagálni. Most képzeljünk egy kísérleten, van itt egy egerünk, ezt betesszük egy dobozba, és csengetünk neki.
de nagyon gonoszak vagyunk, mert a csengetést követően adunk neki egy elektrosokkot. Ez nem olyan nagy elektrosok, tehát ez a kis lábát egy picit megcsípi, de nem lesz tőle semmi különös baj, csak megijed. Majd egy nappal később visztesz ki másik dobozba. Ebben a másik dobozból nem fog félni, semmit nem fog csinálni, csak csücsül esetleg körbe járkál, és aztán elkezdünk neki csengetni. És erre ő megijed. Úgy, mintha az előző dobozban lenne. Azért, mert kialakult egy memórianyag benne, ami azt jelenti, hogy a csengő az valamilyen kellemetlen ingert fog előjelezni. Na most van két agyterület, a prefrontális kéreg, ami az emberben itt van, itt a homlokunk mögött, és nagyon fontos egyébként, hogyha a prefrontális kéreg nincs, akkor nagyjából óvodás szintre megyünk vissza a kognitív képességeinkben. És van az amigdala pedig az érzelmi életünk szabályozásában úgy szerepel. És a két terület közötti kapcsolat az abszolút létfontosságú, hogy például egy ilyen félelmény memórianyom kialakuljon. És hogyha mérünk erről a két területről, egyszer drótokat berakunk a két területre, és megnézzük, hogy milyen jelek jönnek ki. Azt látjuk, hogy amikor az állatot berakjuk a második dobozba, és előhívjuk a félelmi memórianyomot, akkor hirtelen ez a nagyon nagy amplitúdói szabályos ritmus jelenik meg, és nem csak, hogy megjelenik ez a ritmus, hanem a két területen kialakuló ritmus az nagyon szépen, szinkron, összehangoltan fog létrejönni. Tehát a két terület között, ha összejön ez a funkcionális kapcsolat, amit a ritmusok összehangolódása jelez, akkor a memória nyom az sikeresen előhívódik. Na most van egy másik nagyon fontos szerepe ennek az összehangolása. Tudnélik, nem csak információ csere zajlik ilyenkor, hanem a kapcsolatban álló idegsejtek között megerősödik a kapcsolat. Nem csak, hogy információt tudnak átadni, hanem hatékonyabban fognak tudni információt átadni. Képzeljük el, hogy a prefrontális kéregben van ez a kék idegsejt, az amigdalában ez a narancssárga idegsejt, és van közöttük egy kapcsolat. A valóságban van közöttük mondjuk 30 ezer, de itt most én egyet mutatom. Itt ezt hívják úgy, hogy szinapszis. A szinapszisban történik a jelátvitel az idegsejtek között. Azt hiszem, az Andor beszélt a szinapszisokról az előadásában. Itt látható egy szinapszis, és itt azt is látjuk, hogy a memórianyom kialakulása előtt a kék neuronnak a végződéséből felszabadul egy jelátvitel anyag, amit jelfogó molekulák megkötnek a narancssárga neuronnak itt ezen a tüskéjén, és létrejön egy tovaterjedő jel. Megtörtént a jelátadás. A memórianyom kialakulását követően sokkal több jelátvívó anyag tud felszabadulni, és sokkal több jelfogó molekulák van. Sokkal hatékonyabb lesz a jelátadás. És itt látszik is, hogy ez, hogyha itt rávesszük ezt a kék neuront, hogy adjon ki magából egy jelet, akkor a narancssárgába kialakul egy válasz. A memórianyom kialakulása után a válasznak sokkal nagyobb lesz az amplitúdója. Na most jön egy pici ábra, amit majd megpróbálok érthetően elmondani. Ez mutatja meg azt, hogy nem mindegy, hogy mikor adja a jelet az egyik, és milyen állapotban van a másik idegsejt. Hogyha a narancssárga idegsejt próbál jelet adni először, és röviden utána küldnek jelet a kék, akkor a közöttük lévő kapcsolat legyengül. Miért van ez? A narancssárga idegsejt csomó energiát használ arra, hogy kiküldjön egy információt. Ezután neki egy picit pihennie kell. És hogyha ebbe az időszakban érkezik be a kék idegsejttől az impulzus, akkor ő nem fog tudni erre reagálni, sőt, inkább azt mondja, hogy jó, akkor én most nem kérek több információt, a közöttük lévő kapcsolat
az le fog gyengülni. Ez itt látható, ez tulajdonképpen az Y-tengelyen itt ezeknek a válaszoknak a mérete található. Ezek a válasz mérete lecsökken ilyenkor. Viszont, hogyha a kék idegsejt küld üzenetet először, és utána erre reagál a narancssárga egy rövid időablakon belül, ez a rövid, ez ilyen látszik, ez a 40 millisekundon körülbelül, akkor közöttük lévő kapcsolat megerősödik. Itt is azt látjuk, hogy az összehangolódás az nagyon fontos, ráadásul ilyen pár 10 millisekundumos időablakban történik ez meg. Ha ebből kicsúszik a két sejt, akkor sem megerősödni, sem legyengülni nem fog közöttük lévő kapcsolat. Semmi nem fog történni. Na, és akkor most jön ez a kicsit absztraktabb rész, hogy miért fontos az összhang az agyi információ feldolgozás szempontjából. Most akkor a térbeli navigáció területére evezzünk egy kicsit, beteszünk egy egeret egy ilyen dobozba. Ez az egér itt, vagy patkány, mindegy, elkezd itt rohangálni, felfedezi ezt a dobozt. Közben mi mérjük az idegsejtek aktivitását az agyának egy területéről, amit úgy hívnak, hogy hipokampusz, mert hasonlít egy ilyen halacskához. Szerintem a Zsófi beszélt egyébként hipokampuszról, valószínűleg elég sokan. És ez a terület arról híres, hogy ez a terület kódolja a teret. 2015-ben három ember kapott Nobel-díjat, ugye a John O'Keefe, az Edward Moser és a Maybrick Moser, ők a térbeli navigációját kapták, a John O'Keefe fedezte föl azokat a sejteket, amik a hipokampuszban csak akkor aktívak, az állat egy adott térrészben van. Egy másik térrészben megy, akkor egy másik hipokampusz sejt aktív, egy harmadik. Így ez látszik itt egyébként, ezen a videón. Itt van ez egy patkány, itt rohangál, és minden egyes pöttye egy idegsejt által kiadott jel, és különböző színű pöttyök vannak, a sárga egy idegsejt, a zöld egy másik idegsejt, ez a magenta vagy rózs, ez egy harmadik idegsejt, és látszik, hogy ezek az idegsejtek, ezek így feltérképezik ezt a kis négyzet alapú teret, és létrehozzák a térképét ennek a doboznak. Na most, ezek az idegsejtek, ezek össze vannak funkcionálisan, ezek kapcsolatban vannak egymással, és erről szól ez a dia. Tudnélik, itt látunk egy sematikus ábráját annak, ahogy egy állat itt ezen a lineáris, mondjuk folyosón megy. Itt van egy helymező, és egy helysejtnek az aktivitását látjuk itt. Ez a helysejt akkor aktív, amikor belép ide az állat. Ami nagyon fontos, hogy ahogy az állat szaladgál és felfedezi a teret, ez a nagyon szabályos téta aktivitás van a hipokampuszában, amit mutattam pár diával ezelőtt. És ez a helysejt, ez nem akárhol tizen, hanem egy meghatározott részén ennek van nagyon szép ritmusnak. És itt jön a lényeg, hogyha az állat elindul mondjuk ennek a folyosónak a bal oldalát, és végül a jobb felé, akkor ugye egymást követik a különböző helymezők, és egymást követően aktívak átfedő módon a különböző helymezőkhöz kapcsolódó helysejtek. És ha megnézzük, hogy mi történik a ritmusnak a hullámain belül, akkor azt látjuk, hogy van olyan hullám, amiben az A és B aktív, van, ahol az A, B, C, van, ahol a B, C, D. És hogyha az együttesen aktív sejteknek megnézzük, hogy pontosan a tér melyik részében küldtek jeleket egymásnak, meg tudjuk fejteni, hogy hol volt az állat. Anélkül, hogy látnánk az állatot. Ezt hívják populációs kódnak, ezeket az együttűző sejteket hívják assembly-nek,
ilyen szép angol kifejezésre, és itt még az látszik, hogy itt az állatnak a valódi útvonal ez a fekete, és színnel kódolva pedig, hogy hova becsülte a dekódoló algoritmus a sejtek aktivitása alapján az állat pozíciót, és látszik, hogy több szíven így követi a valódi pozíciót. Most ez rögtön felveti a lehetőséget, hogy sok neuron összhangot, működését monitorozzuk, akkor tudunk valamilyen izgalmas dolgot csinálni, mondjuk egy robotkart meg tudunk vele hajtani. És akkor ez rögtön egy humán alkalmazásra is lehetőséget ad, hisz azok, akik mondjuk bénultak, vagy valami miatt amputálniuk kellett a karjukat, azok kaphatnak egy olyan protézist, amit az agyukkal tudnak irányítani. Egy ilyen rendszer látható itt, egy majom mozgatás vagy mozgásszabályozó agyterületéről vezetnek el idegsejt aktivitás. Feltérképezik, hogy egy adott mozgás alatt az idegsejtek mit csinálnak, ezt beprogramozzák egy speciális számítógépbe, és ez a speciális számítógép figyeli, hogy mi történik a majomnak a mozgásszabályozó területén, és az idegsejtek együttes aktivitásából ő kikövetkezteti, hogy a majom hogyan szeretné mozgatni a karját. Na most itt ugye nyilván az Elon Muskról hallottatok, ugye Tesla, SpaceX, neki van egy Neuralink nevű cége is, ami ilyen agy számítógép interfészeket, illetve ilyen intelligens protéziseket szeretne majd gyártani, most ez nemrég indult ez a cég, és már azt meg tudták csinálni, hogy a majomnak a mozgásszabályozó területéről elvezetnek sok-sok neuron, ráveszik a majmot arra, hogy játssza ezt a Pong nevű játékot, tehát egy ilyen labdát kell neki ütögetnie két ilyen függőleges vonal között, és megnézik, hogy milyen idegsejtek aktívak, amikor az egyikkel üti, milyennel, amikor a másikat, milyen idegsejtek aktívak, amikor lefelé mozgatja ezeket a kis vonalakat, milyenek, amikor fölfelé. És természetesen, ha sikeresen eltalálja a labdát, akkor kap egy kis jutalmat. És akkor ezen a videón az látszik, hogy így egészen szépen, anélkül, hogy egyébként a kezével bármit mozgatna, amit itt fog, az a jutalom adagoló kis cső, ilyen narancslevet kapnak egyébként. Tehát ő nem mozgat semmilyen joysticket, úgy játszik, hogy az agyába beépített elektródokon keresztül egy számítógép megkapja az ő mozgásszabályozó területéről az összehangolt idegsejt aktivitás, és ebből eldönti, hogy az állat, vagy hát ez a majom most fölfelé, vagy lefelé akarta mozgatni a jobb vagy a bal öreges vonalon. És akkor a végén pedig még pár szó gyorsan arról, hogy mi történik, hogyha megbomlik, vagy valami történik az összhanggal az agyunkban. A skizofrénia a ilyen, ez egyik legerősebb példája ennek, ugye ez tudathasonlásos állapotok is jellemzik, mert ebben benne van, hogy itt valami történik az összhanggal az agyunkban. Ezt csak újra föltettem, hogy mennyire fontos az idegsejt, vagy hát a területek közötti kommunikációban, hogy összehangolt legyen a területek működése. És akkor megint egy kísérlet. Itt egy ilyen ábrát mutattak egészséges és skizofrén embereknek. Itt egy arc van. De ezt elsőre nem mindig lehet felismerni, hogyha sokáig nézi az ember, akkor hirtelen összeáll a kép, és fölismeri, hogy igen, ott egy arc van. És amikor ezt felismeri, akkor bizonyos agyterületek között hirtelen megnő az együttműködés, az összhang. Ezért sok agyterületről mértek párhuzamosan, és akkor itt vagy mi történik egy egészséges emberben. A nulla időpont, amikor rájön az illető, hogy itt egy arcot lát, és itt pedig a frekvencia látszik, ez nem is annyira lényeges, a lényeg az, hogy itt van ezek a lángnyelvek. Ezek a lángnyelvek azt jelentik, hogy körülbelül 200-300 millisekundummal azután, hogy meglátta az arcot, összehangolódnak
a különböző agyterületei, és egy skizofrén beteg esetét, ez ilyen parás likit van, ami, de ez a lángnyelv, ez hiányzik. És ha megnézzük, hogy mely területek azok, amik között leépül, megbomlik az összhang, mely területek azok, amik a kontroll az egészségesben együttműködnek, és melyek, amik a skizofrénben nem, látszik, hogy itt az agykérgének a nagyon jelentős részén, a mért agyterületek jelentős része szétkapcsolódik. Na most nem csak az összhang megbomlása probléma, az is probléma, hogyha túl erős az összhang, ez az epilepszia. Látszik egy epilepsziás roham. Elkezdődik ilyen elképesztő amplitúdójú és elképesztően szabályos hullámok jönnek létre, teljesen szinkron működik az egész, hát nem az egész szaj, de egy jelentős része, egy csomó agyterület, és a kulcs itt, hogy vannak olyan területek, illetve vannak olyan idegsejtek, amik sok más területtel vannak kapcsolatban, ezeket ilyen szuperhuboknak szokták nevezni, és ezek azok, amik egy kóros aktivitás képesek szétspriccelni. Ugye a pacemakerekről beszéltünk egy olyan nagyjából 10 perccel ezelőtt, ezek körülbelül hasonlóak, csak az a baj, hogy ők egy kóros aktivitást terítenek széllyel a velük kapcsolatban a területekre, és akkor itt egy terápiás lehetőség, hogy ezeket a szuperhubokat kiiktatjuk, akkor az epilepsziás roham terjedésének is gátat tudunk szabni. És ezzel a végére is értünk, hogy az összegzés az annyi, hogy megpróbáltam megmutatni, hogy az idegsejtek közötti kapcsolatok, agyterületek közti kapcsolatokban nagyon fontos az összhang. Enélkül nincs tanulás, nincs memória, nincs normális viselkedés szabályozás, és az összhang megbomlik, annak nagyon súlyos következményei vannak, számos pszichiátri neurológiai betegség hátterében az összhang megbomlása áll. És köszönöm szépen a figyelmetekre. És kérdeztek bármi, de értelte, ami kapcsolódik az előadásunk. Aki kérdez, az kapszert. Ja nem, de ha nem értettek meg, azt is bátran kérdezzétek, mert az nem, tehát ez egyáltalán ciki. Tehát, nem, egy-két részt én sért a bajtának. És itt van, meg fogom elolvasni, hiszen megnyertünk. Janis, megosztja a kezedet, az lenne a kérdés, mitől függ a nappali vagy éjszakai roham, mert van, akinek csak éjjel van a rohamai, és van, akinek csak nappal. Ez mitől függ? Hát ugye az alvás jelenléti szabályozás, azt láttuk, hogy az alvó és az éber állatban, és az alvó és az éber emberben más és más ritmusok alakulnak. Ezek között a ritmusok között más és más pacemaker vagy ritmus szabályozó mechanizmusok állnak. És két dolog határozza meg azt, hogy éppen milyen ritmus jön létre. Az egyik, az a különböző úgynevezett neuromodulátoroknak a mennyisége, szerotonin, dopamin, noradrenalin, stb. A másik pedig, hogy mely pacemaker területek lesznek aktívak, mely pacemaker mechanizmusok hozzák létre a ritmus. Na most, ha valakinek mondjuk nappali rohama van, akkor valószínűleg olyan ritmus generáló mechanizmusok azok, amik károsodottak, amik főleg a nappali aktív éber ritmusoknak a létrehozásában játszanak szerepet, míg az éjszakai rohamokban ott is vannak olyan mechanizmusok, ezek a lassú oszcillációt létrehozó mechanizmusok, amiket ott a bal oldalon lehetett látni, szép szabályos lassú oszcillációk, amik hogyha kórosan működnek, akkor ilyen patológiás vagy kóros szinkronizációt hozhatnak létre. Tehát röviden, attól függően, hogy ezeket az alvás-sérülési ciklusokat szabályozó ritmus generáló területek közül melyik károsodik, attól függhet részben az, hogy
nappali vagy éjszakai rohamai lesznek valakinek. Igen. Jó, itt most igen, tessék. De szépen, ha volt ez egyőre csak kísérleti modell. Tehát ezt emberben ilyet még nem csináltak. Tehát ez a szuperhár kiiktatás úgy megy, hogy azonosítják. Van, lehet stimulálni, igen, ilyen, de mindjárt Zsófia komond majd erről valamit. Ezt úgy csinálták állatban, hogy ezeket a szuperhárokat azonosítják, állatkísérlet állatban, és utána célzottan egy ilyen speciális optikai módszerrel ezeket ki tudják lőni. De ugye ezt emberben nem lehet egyőre megcsinálni. Most az emberben annyit lehet ne csinálni, hogy kideríteni, hogy kik is ezek a szuperhábok, gyógyszeresen ezek támadhatóak-e. Esetleg olyan inger mintázatot be lehet-e juttatni. Erre viszont már van próbálkozás, hogy olyan inger mintázatot bejuttatni az agyba, akár invazív, akár nem invazív módon, ami kibillenti az agyat ebből a kóros szinkron működésből. Csak el akartam mondani, hogy ennek egy jóval durvább fajtája, amikor az azonosított epilepsziás fókusz bőtészúton. Nem akarok idejönni. Az epilepsziás fókusz bőtészúton megállítom, és akkor nem. Ha szerencsénk volt, és tényleg onnan jöttek rá, és csapomban jöttek az epilepsziás rohamok, akkor nem lesz. Ott volt még valaki egy is. Igen. Ez most a kérdés első felét, vagy a legjobb azt el tudnám mondani, a kérdés közben le lehet venni a maszkot, vagy ezt más dolgokba. Igen, igen. Az érdekel, hogy tudják elektronikusan értelmezhetővé tenni a szervezetet. Hát ugye az első az egy elektronikai kérdés, tehát egy erősítővel fölveszünk, ez az egyszerű része. És akkor rendelkezésünk rá egy csomó jel, aminek ugye értelmet kell találni. És akkor itt több lehetőség van. Két felé osztik. Az első, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott viselkedés alatt hogyan működik egy idegsejt. És akkor az állatot betesszük egy olyan szituációba, amikor az a viselkedés jellemző, és akkor mérjük az idegsejtek aktivitását. És akkor utána, amikor megvan az idegsejtek aktivitása, akkor az állatot, nem nézzük, hogy az állat mit csinál, hanem az idegsejtek aktivitásából megpróbáljuk kikövetkeztetni. És akkor erre vannak ilyen dekódoló algoritmusok, amik azt vizsgálják, hogy például a helysejteknél ez nagyon egyszerű, hogy ugye a helysejt akkor aktív, ha az állat van valahol. Akkor nézzük meg, hogyha az adott helysejt aktív, tényleg ott van-e az állat. Hogyha pedig sok helysejtet vezetünk el, ugye összehangoltan működnek, akkor mindegyik helysejt egy adott valószínűséggel aktív egy adott helyen. Tehát, hogy ezeket a valószínűségeket mi összegezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy igen, az állat az tényleg az adott helyen volt-e, mert hogy az A, a B, meg a C az így, meg úgy volt aktív. Ezt hívják egyébként tényleg ilyen dekódolásnak, ez többféle módszer van erre. De most már egy másik terület, a viselkedést egyáltalán nem veszük figyelme, hanem azt csináljuk, hogy fogunk egy nagy halomidegsejtet elvezetjük, és mintázatot keresünk benne. Ez, hogy mintázatot keresni is mindenféle trükkös statisztikai módszerrel lehet, és hogyha találunk egy mintázatot, nagyon megörülünk, és megnézzük, hogy az alatt, amikor az a mintázat kialakult, akkor mit csinált az állat. Tehát az egyik az a viselkedéstől indul, és azonosítja, hogy a sejtek mit csinál az adott viselkedés, a másik meg a sejtek összeaktivitásából keresgél, és próbálja azonosítani a különböző viselkedéseket. Tehát
Viktor, mi történik, hogyha az állatot mondjuk másnap, vagy egy hét múlva teszed ugyanak a labirintusba, akkor is ugyanazok a sejtek fognak tűzni? Nem, tök szuper, nem, pontosan, hogy egy cikk, egy pár hónapja, amikor igen, azt lehetne hinni, hogy váó, igen, ez van ABCD idegsejt, ami mondjuk itt aktív, ahogy én itt áldogálok, és akkor ha én visszajövök holnap ide, azt fogom látni, nem az ABCD aktív, hanem mondjuk a CD az aktív, de az A, mondjuk az AB az már nem, hanem helyette bejön az R meg az F. Tehát magyarul a hipokampusz dinamikusan változik, és több térkép van, és ezek a térképek így váltogatják egymást. Ez fontos, ez azt is jelenti, hogy a számítási kapacitás azért marha nagy az agynak, mert nem rigid, tehát nincs így behúrozva egyet, mondjuk most ez az öt ideges, ezt csináljuk és kész, hanem ez így változik.